múlt 14 perccel. Jó reggelt! Kívánom mindenkinek, ilyen késő van, gyerekek, korábban szoktunk kezdeni. Hello, jó reggelt! Sziasztok, hát öreg a rádió! Az a jó, gyerekek, a reklámban is vagyunk, ahogy szoktuk mondani. Tessék, minket is szeretnünk, tessék a reklámokat is szeretni, mert abból tudunk mi lenni. Ugye? Tulajdonképpen nem lenne reklám, nem lenne rádió. De itt vagyunk, szerda van, ez a... Igen, tehát szóval, hogy ez olyan szóval. Hát erről ez a véleményem, el is mondtam. 8-ig bét, utána már jó. Igen, a szerda valahogy mindig nehezen állok. Neki nehezebben ébredek. Mindig átgondolom a napomat, hogy mi az, ami erőt ad ilyenkor, nem? Hogy mi van szerdán, ami jó, mert a csütörtök. A csütörtöket pedig a péntek. Ott már a péntek, igen. Úgyhogy, hát igen, a szerda azért nehéz. Nehéz nap, viszont jó idő van, meleg van, valami hideg betörésről hallani itt, meg hideg front, meg nem tudom, horror. A hideg betörés az milyen a bajszeros? Amikor betör a hideg, és elviszi a tévédet, a rádiódat és az autódat, igen. Nem, tényleg ezt mondtam, hogy hideg betörés. Ez mint a Holnap után című filmben, amikor megjön a mínusz 40 fok, és mindenki megfagy. De most még plusz 4 fok van, tehát nyomát se látom ennek. Hát gondolom a 14-ről, a délutáni tegnapi 14-ről leesik 10-re. Nem, hidegebbet mondanak, hétvégén valami komolyabb hidegfrontot is. De miért kell ezt csinálni? Hát mert jön a március 15, tudod, hogy ez mit jó, kell. Jó, de az jövő hétvége, hát most még azért nem, az ez a hétvége. Mindenki üljön át egy másik autóba, persze, az most volt hétvégén. Az egy hetet már úgy a fáját, egy hetet már átaludtál. Ekkor átugrik az életszínvonal, mindenki átül egy másik autóba. Mindenki átül egy másik autóba. Sokan vannak ebben az országban, akik szívesen átülnének már egy másik autóba, abból a hitelesből, amiben ülnek egy. Á, most nekik jó lesz. Reméljük, igen, mi is érítve vagyunk benne, de hát srácok, nem lehet elmenni emellett a broker botrás. Már nem mellett készültünk, de szerintem holnap foglalkozunk is vele, igen. Tehát, hogy ez most nagyon-nagyon kemény. Ez egy tragédia. Hányan borulnak még? Ugye az a kérdés, hogy elkezdődött a hullám, és akkor az van, hogyha egy helyről elkezdik kivenni, nyilván mennek a többihez is. Budakes, Hungária, mert, és most a Questor csoport van egyik tagja. Nagyon kemény a dolog, ráadásul egy csomó nem lesznek kártalanítva, 6 millióig vagy kártalanítva, szóval, hogy a gyűjtött pénzed, igen, a spórolt pénzed, az életed, munkája, fú. Hát miután kártalanítanak, ugye, amikor 150 milliárdnyi fiktív kötvényről beszélnek, tehát gyakorlatilag nem létező kötvényekről, a mögött nincsen semmiféle biztosíték. Nem is tudnak, így van, illetve hát amit tud, ugye, hát az is, ahol tudnak, ott is csak 6 millió. Szóval, hogy hát azért van, akinek itt jóval több pénze volt bent. Ráadásul ugye két, ugye mi borul még, és nem biztos, hogy majd azért borulnak broker cégek, mert hogy effektíve ilyen fiktív ügyleteket bonyolítottak, hanem mert egyszerre százan megrohamozzák, ugye, az adott céget. Most már azt olvastam tegnap, hogy különböző cégek ilyen leveleket küldözgetnek ki, ugye ez ugyan, mint a bankpánik, hogy egyszerűen elterjed valami, és a bank túlélné, de mivel mindenki megrohamozza a bankot, így bedől. Nem a Questorra gondolok, de hogy vannak egyébként jól működő broker cégek, akik most attól tartunk, hogy minket is megrohamoznak. Abban a pillanatban mi nem tudjuk kifizetni, de persze, jól működőek vagyunk, és kiküldtek levelek, nyugi gyerekek, maradjon mindenki otthon, minden rendben van, átvizsgáltak, nyugi. Mert ha most ide jöttök 1 millióan, akkor mi is borulunk. És valószínűleg nem is hazudnak, egyszerűen csak az a pénz, amit ugye a kis befektető, a kis büfé elvitt hozzájuk, azt ők befektették olyan papírokba, amikből jelenleg nem lehet kivenni a pénzt, vagy ha kiveszik a pénzt, akkor ez veszteséget. Igen. Na ez nem a Questor, meg hát nem Budakes, de vannak ilyenek, tegnap már olvastam, hogy egy másik C betűs is ugye elkezdett leveleket küldözget. Itt a tavasz. Ho-ho-ho-ho! Madárka! Gyere ide! Na ezt magyarázd meg! Ez nem volt? Itt az egyik számítógépből jött. Honnan? Az enyémből. Te voltál? Valami jött. Nem. Azt nem Haki Tamás a vendégi gyerekeket. A fiatalok már nem is emlékeznek rá, hogy ki volt Haki Tamás. Na mindegy, úgyhogy holnap foglalkozunk, leginkább azért baromi nehéz vele, mert ugye nagyon sok szála van a történetek. Ez a Questoros szál több szálon futott. A Budakeses nagyon kemény. És alapvetően azt tudjuk, hogy azok, akik szerencsések, 6 millióig lesznek kártalanítva, abba tudunk belemenni, hogy ki, mikor és hogyan, de 6 millió fölött, ahogy olvasom, a legtöbben mennek bármiféle garancia, befektetési, egy bármi. Semmi hiába. Nincs lehetősége nagyon visszakapni. Hát ez elképesztő. Kapnál egy ilyen levelet valahol most, vagy te nem ezeknél, akik meg bebuktak, és kapnál egy ilyen levelet, hogy nyugi van, mit csinálnál? Mert én bepánikolnék. Igen. Tudod, tehát hogy ez a levél, hogy mennyi ugye pénzed van, 6 alatt 6 fölött, ugye? Ha 6 alatt, akkor azért szerintem annyira nem kell, mert tényleg biztosítva van a pénzed, tehát 6 alatt mindenkinek biztosítva van, vagy 6 millióig. A fene sem lehet, hogy kivenném. Mehéz, szóval, mi? Hogy mondom, gyerekek, ne aggódjatok, nyugi, de az én beállok a sorba, tudod. Szóval, hát ha nekem még nem jó. Lehet tudni, csak az, hogy a többi is így gondolkodik, tudod. Tök nyugodt vagyok, semmi baj, értem önöket, hogy rend van, kérem a lóvémat. Hát nagyon régen. Amikor azt hallott, hogy összesen mondjuk 200 vagy 210 milliárdnyi
tartozása van az ügyfelek felé mondjuk egy cégnek, lásd itt a Questor esetében, akkor az hogy? Hát, hogy igen. És akkor mondják, hogy az utazási iroda még üzemel, tudod, ezek után. Leszívesen elmennék, de hogy nem velük azért ezek után, történt némi hitelrontás. Odafelé, igen, hitelromlás inkább. Visszafelé is működik, vagy csak igen, oda. Tehát, hogy úgy a fene se akarná ezek, akkor inkább nem, a kicsim nem utazunk, nem? Megyünk kocsival, vagy mit tudom én. Én egyszer nagyon régen, hál' Isten, egyébként hál' Isten, 2004-ben nagyon komolyan megégettem magam egy ilyen broker céggel, és én annyira kiábrándultam belőlük, nagyon nagy ügyet csináltam belőle, és eljutottam egészen a broker cég vezetőjén, hogy rohagyottam, akkor se hagyom bennetek, tehát végigmegyek, ha kell, rátok hívok mindenkit. És én ott befejeztem mindenféle ilyen céggel való, bármiféle minimális megtakarítás, nagyobb, kisebb, anyámnak, szülőknek, nagymama, kisnyúk, semmit sehova. Tehát, hogy ilyeneknek nem. Ilyeneknek nem, mert olyan szinten vágtak át, hogy azt mondtam, hogy na jó, hát ha itt ez a rendszer, és így gondolkoztok, akkor mind, akit tudok lebeszélni. Igen, csak most ezek a rossz tapasztalatok meg, hogy ez a három nagy cég is, ugye most egyértelműen ezt a sztereotípiát erősíti, hogy általánosságban a broker szakmáról elmondható az, hogy átvernek, hogy, de ez nem igaz. Ez nem igaz, mert nyilván nem igaz, én nekem rossz tapasztalatom. Igen, de óriási kárt okoznak most ezzel ennek az egyébként tisztességes szakmának, mert ezt is lehet tisztességesen csinálni, és csinálják is nagyon sokan. Most azért nem lennék ilyen telefonos beszervező ügynök, hogy jó napot kell, Kovács Géza, hogy mit, milyen broker cégről. Nem beszélünk befektetésekről. Hát papa nem. Nem. Most hát nem. Most mindenki. Most nem. Mindenki, mert ha most otthon nem tartod a párnában, vagy a parkettát felszeded és berakod alá. Jó, lehet, hogy ezzel is jól jársz. Megint a madárkat. Nem csinálsz ez a madárfüttye valami? De igen, csak mutatni akarok majd szalonnát kirakom. Hát ha oda repül, és akkor egy hálóval elfogom. Szalonnát egy kis fagyút és egy kis cirok magvakkal gyúrt össze. Na mindegy, ahogy holnap beszélünk szerintem erről a broker botrányról, szervezünk rá egy portfóliós pénzcentrumos megszólalót, hogy mondjál nekünk nagy vonalakban, elég szövevényes az ügy, és elég sok szálon fut, elég sok szál van bennem, de az alapkérdéseket hallgatói majd elküldik, hogy mire kíváncsiak, és akkor mi ezekre szépen rá kérdezünk, kibogozni nagyon nehéz lesz, mert hónapok óta, vagy napok, hetek óta próbálják közéleti műsorok, újságok, heti lapok találgatni. Hát meg ráadásul, hogy a vizsgálatok még folynak. Igen, és az nekem a számomra van egy-két fura dolog, hogy hogyan zajlik ez éveken keresztül, hogy a felügyelet azért ezt hogy nem. Hogy lehet egy ilyen cégnek egy kockás papírra idézésen szinte kettős könyvelni. Szóval, hogy azért itt az ellenőrzési rendszerrel is nagyon komoly hibák vannak, ha egyszerűen ezt évekig megcsinált, hogy fiktív kötvényeket bocsátasz ki. Hát ez meg a morális oldala a dolognak. 200 milliós összeggel, hanem ilyen 100-150 milliárdok itt úgy repkednek, hogy az valami elképesztő. Ráadásul az, igen, szóval ez a 6 millió is én értem, de hát azért kéne, hogy legyen valami komolyabb garancia a hátad mögött, nem? Szóval ez a berakjuk 6 millió, aztán a többi. Jó vagyok, köszönöm szépen. Hogy a fenébe van. De hát normál esetben ugye ezzel nem is kéne élni, ezzel a lehetőséggel, vagy ezzel a biztosítékkal. Én a dolognak itt most a legutóbbi botrány kapcsán a morális részével nem nagyon tudok mit kezdeni. Az, ami megdöbbent és felháborít, az, hogy ülhet le veled szembe egy ember, és nem te vagy az egyetlen, hanem több száz, vagy akár több ezer kis befektetőről is van szó, vagy kisebb-nagyobb befektetőről van szó, akik odaviszik a pénzüket, és eladnak neked nem létező kötvényeket. Tehát amikor hazudnak a szemedre. Szerinted ő tudta? Hát, kicsoda? Az, aki veled köti meg az üzletet. Nem vagyok benne biztos. Aha. Tehát az, hogy van neked egy broker ügyfeled, a velem egy broker srác tárgyalt, ő is eladott bizonyos dolgokat. De hogy a vezetőség egyébként a kötvény kibocsátásról hogy dönt, mit dönt, kettős könyvvel, fiktív könyv. Aki azt mondja, itt van ez a kötvény, add de előtt, mennek, házalnak, öltönybe olyanok, mint a biztosítási ügynökök, az agyadról lebeszélik a nadrágot, aláíratnak veled mindent. De az a kicsi fiú, aki egyébként a százalékért és a mauriti utazásért évvégén szalad, hogy minél több embert bekössön magához, nem vagyok benne biztos, hogy kapcsolatban van úgy a cég felső vezetésével, egyébként, hogy tudja, hogy fiktív kötvényeket árul. Tehát legalábbis nekem azt mondta, hogy figyelj, még te aláírsz, hogy még két ember, és akkor megvan a Mauritius utazás. Így van. Én megmondtam, hogy kell aláírni, hogy sem tudod, mert hülye volt. Nagyon jó cég, Mauritius utazás, hallod. El akarsz menni, akarsz menni. Még tizen vagytok, még ketten aláírjátok, és akkor évvégén Mauritiusra mentek, mert összeszedtem annyi bónusz, mondom, de fura, de nem baj, jól hangzik, amit mondasz. Na most, hogy ő valószínűleg nem tudhatott arról, hogy ott fönt egyébként mi a policy, nem vagyok benne biztos, azért ott szerintem ez följebb dől el. Ők sokszor kicsi biztosítási ügynökök, brókerek, akik rohangálnak. Hát, minél lejjebb megyünk, annál kevesebb az információ. Hát, szerintem ilyen. Kitölt egy ilyen formanyomtatványt veled, aláíratja, ezért mennyit fogsz fizetni, az beadja a könyvelésre, és ott már aztán megy is a móka. Tehát ott teszik, veszik. Tehát nem biztos, hogy az az ember pont hibás, akivel te aláírtál. De, hát igen. De nehéz, igen, szegények. Hát és ott állnak sorba, tudod ezt így látva, szóval az ember szíve megszakad, én nem látom, hogy nyugdíjas nyilatkozott, mert egy vállalkozó, az élete munkája.
És minden ott van, igen. És nem tudni csinálni. És valószínűleg elmegy 20-30 millió forint, amit gyűjtöttél, összetetted, álmaid voltak, hogy hát felfoghatatlan. És egyszerűen az van, hogy nem is az, hogy újra kezded, egyszerűen nincs. Tehát úgy kelsz föl, hogy kicsúszott a lábad alól a talaj. Tehát ez felfoghatatlan. Na jó, van, holnap beszélünk erről mindenképpen, mert azért sok embert érint. Na mi ez a madárcsicsergés? Na, srácok, megmondom nektek őszintén, hogy cirka egy hónappal ezelőtt ráléptem az állati domárok rögös útjára, és elhatároztam, hogy bebizonyítom, hogy a mi macskánk nem csak böntörvényű, nem csak enni jár haza, nem csak szép, hanem egyben okos is, és elértem egy olyan fejlődési fokozatot, amit már nem tudok nem megmutatni nektek. És szeretném, hogy egy pillanatást vetnétek a most következő videóra, amit meg fogunk osztani a kedves közönséggel is. A videón nagyon okos Cilla láthatok, egy hónap ezelőtt még csak Cilla volt. Igen, most nagyon okos Cilla. Most nagyon-nagyon okos Cilla. Igen, ezt mondtad, hogy elkezded az idomítást. Igen. És izgultunk is, hogy lesz-e előrelépés benne, és ime. És mutatom nektek, ő egy hónappal ezelőtt még csak Cilla volt, de most már nagyon okos Cilla, aki nem csak egyszerűen hallgat a nevére, hanem meg is csinálja azt, amit kér tőle az ember, ez pedig konkrétan ez. Figyeljetek, mutatom. Egyről mondom, mit látunk? Látunk egy padlószőnyeget, látunk egy macskát, egy helyben ül, egy fekete macska. Jani szó. Mit mondtál neki? Azt, hogy fekszik. És elfeküdt a macska bal oldalára. Srácok, az a helyzet, hogy a macska basszus megtanulta. Én magam sem hiszem el egyébként, hogy, vagy egy ideig legalábbis nem hittem el. Na, gyere ide. Fekszik. Fekszik. Figyelj. És eljön a bal oldalára, zseniális. Figyelj csak, a nyakör vagy nyakán az én elektromos, tehát sokkolta, és... Hát gyert el, Moni nyomott egy gombot, és a macska eldől. Srácok, nem volt egyszerű, de összehozta. Óriás, zseni. Egy hónap alatt feküdt le. Körülbelül egy hónap kellett hozzá, hogy megtanulja azt, hogy... Hát nehezebb lefektetni, mint egy jó csajt, nem? Hát akkor egy hónap alatt fekszik. Ugyanezt például a virággal nem sikerült elérnünk, pedig ő 13 év. Lesz lassan. Meggyőző? Meg. Nagyon jó. Én nem tudtam, hogy macskát idomítasz. Simán. Nagyon jó. Mi a következő? Két lábon járás? Most az, hogy öntse ki magának az ételt, és hogy egyébként az almot is jó lenne, hogy kitakarítaná után, mert olyan utáljuk már, hogy húgy szagon a konyhába. Igen, és hozzon már egy friss kávét neked, mert nagyon leesett a vérnyomásod. Jó, hát elvileg ők is képezhetők valamilyen okos állat, hogy utálom a macskákat, hidegráz tőlük az összestől, de hogy okos állat, nem? Hát nem nagyon láttam például cirkuszban macska produkció. Kutya igaz, van, majom van, még az elefánt is, ez is egyebejebb van. Ő egy elég öntörvényű állat, ugye? Nem szoktad, tehát hogy így nem nagyon érdekli. Mondják is, hogy egyébként ő nem a személyekhez, hanem a helyhez kötődik. Igen, hogy a macska tartja a gazdát. De ez például, az az érdekes, hogy ez például a Mólinak, a Virágnak nem csinálja meg. Ezt nekem megcsinálja. Tudja, hogy ki a főnök. Jó, de nem is én etetem, nem is én gondozom ilyen teget. Tehát, hogy a legtöbbet például Móni foglalkozik vele, ő az, aki imádja. Uh-huh. Ehhez képest nekem fogad szót. De miért? Mert tudja, hogy a Mónika... Nálam volt az ustor. Ja. Hát te vagy a falka Bajolám, igen. Te vagy a főnök a családban, és ezt ő érzi, és neked behódol, nem? És tessék, látjátok. Ez nagyon jó. Köszönöm szépen. Az egy hónap mennyire volt intenzív a tanfolyamban? Folyamatos. Tehát, óra, minden este gyakoroltunk. Minden rohadt este. Minden. Tázisom a fekszik. És egyszer először így... Akkor 3 percet nem tudnék egy macskára szállni. De... jó, mondom egyébként, hogy étkezés előtt nem lehet vele nagyon megcsinálni, akkor mondjuk 10-ből mondjuk csak 8-szor sikerül. Mert akkor túlságosan azzal van elfoglalva, hogy mikor hallja meg, hogy elkezd csörögni az ő kis edényes dobosza, és mikor kapja meg a kis száraz eledelét, hát amikor már jól lakott, akkor már simán meg lehet vele csinálni. Nem az, hogy túletetted, és csak eldőlt oldalra? Ja, tényleg. Hogy mindig vacsora után csinálta. Vagy heppe úpás a parketta is azért. Rosszul tették. Ha megtanítod ülni, akkor elhiszem, hogy okos, jó? Na, menj a francba. Tehát a macska dőjel oldalra, tudod, hát jön oda, hogy simogasd, és kicsit eldől azonnal. Most már a gyerek is igényli, hogy legalább annyit foglalkozzak vele, mint a macska, vagy legalább fel annyit. Ha egy hónapon belül ülteted azt a macskát, akkor elhiszem, hogy ez egy közös munka eredménye. Az, hogy állandóan leül. Igen. Tehát akkor csak na jó, de oda hívod, és azt mondod, ül. Amikor látom, hogy ül. Akkor csináld azt, hogy ül a macska, áll. Áll a macska. Áll, és ha föláll 4 kézlábra, na? Ül, áll, fekszik. Ül, áll, fekszik. Igen, négy ütemű feküdt. Igen, integet, kezet fogja, mikor feláll. Igen, beköszön, bemutatkozik. Na, az ülést elhiszem. Tehát ez még ilyen. Na, jó, nem, de mit csinál a macska? A macska odajön hozzád közel, és elveti magát, hogy simogasd, hogy eldobja magát. Tehát ez most oda megy pókjárásba bármit macska, akkor csinálok olyan videókat, amiket nem dobja el magát. Na, hogy
hogy hívják, Círmi? Miki. Miki. Miki, ide gyere, vagy Miki, gyere ide, ül. Círmi. Ami már, hogy hívhatják ezt a macskát. Összes macska Círmi, nem? Ül. Leül. És leül a macska. És ne nézz rád, nem kell semmi pacsital, persze, kártyatrükk, semmi. Nem, ülésből leül. Fekvés. Ne, jó, persze, hát igen, csinálj egy jó krumplipürét, meg nem, de hogy azt ne csináljon, de már a fekvés tudja, tehát ülésből fekvés. De a fekvés megint, hogy eldobja magát, tehát hogy simán, értelemszerűen mindenki egy, számára egyértelműen leül a macska. Akkor elhiszem, hogy a macskák okosak. Uh-huh. Addig hülyék. Uh-huh. De ha előtte felhúzza még a redönyt is, hogy jobbak legyenek a fényviszonyok, akkor... Fél, megnyomja a távirányítót, hogy oda megy, felhúzza a redönyt, akkor abszolút elhiszem. De ülni megtanítod, az komoly. Valamelyik nap láttam egy olyan videót, amin két rottweiler volt és egy cica, és ott például azt tanították meg a macskának, hogy a rottweilerek így elkezdtek így hempergőzni az oldalukon, és a macska is külön vezényszóra elkezdett hempergőzni. Tehát azt például már én se hittem el. És a rotik között csinálta? Nem, úgy külön? Voltak együtt, hogy egy roti, még egy roti, macska. Aha. És akkor a gazdi kiadta a vezényszót, hogy forog, és akkor az egyik roti megfordult, másik roti megfordult, tőle a macska is megfordult. Ja, ez olyan, mint a legkisebb testvér, már látja az idősebbeket, és akkor aha, csinálja. Aha. Nem? Gondolom. Igen. Még a csibészkarra nem megy rá, de... A macska nevelte fel a rotikat. Ja, igen. Majd igen. Ha ugat, majd ha ugat. A megnyúlt emlőkről lehetett látni. Akkor elhiszem, hogy a macska okos. Én miért utálom ennyire a macskákat, egyébként nem tudom, de valószínűleg azért allergiás vagyok rájuk. Belépek egy lakásba, ha nem látom, hogy macska van, egy perc ömlik a könny a szememből, és rákérdezek, és fú, nem fekszenek nekem ezek a macskák. Na, hogy állunk játékkal? Egy-egy. Igen, hétfőn én hoztam egy pontot, tegnap te hoztál egy pontot, csak te a hallgatóknak. Mindig csak egy-egy, a szerda van. Igen, ez nehéz. Kérdés, jól van. Na, akkor viszont lehet jelentkezni játékra. Jó, egészen nyugodtan. Ha valaki játszana velünk, akkor írjon SMS-t. Bátran lehet arcoskodni. Nyugodtan tényleg. Ez a negyed óra arról szól, hogy éljétek ki magatokat. Jó, nem sértődünk meg semmire. Lehet bennünket kihívni játékra. Meghallgatjuk Ákos legfrissebb híreit, aztán jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:47 múlt, pontosan 5 perccel szép reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És játszunk, jelen pillanatban 1-1 van, ugye? És hát semmi nem dölt el, nyitott a hét. Azt szeretjük, ha ez ennyire izgalmasan alakul, ugye? Az mindig jó. Át csütörtökre én már szeretek megnyugodni. Igen. Az már úgy jó, hogy évbe érsz, a péntek már úgy jössz be. Jó, ott már azért a hétvégére koncentrálna az ember, nem ilyen csípcsúfékre, nem? Hogy most nyertünk-e, vagy nyertünk, nem? Igen. Úgyhogy akkor hát a mait, meg a holnapit meg kell húzni, és meg vagyunk. Akkor viszont 2-1, 3-1, és akkor el is dölt a hét. Na, meglátjuk, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Sziasztok, én Kata vagyok. Hello, szia. Kata, honnan hívtál minket? Budapestről. Budapestről. Már munkában, még otthon, mi a helyzet? Gyesen vagyok. Jaj, de szép az. Gyesen vagy. Aha, mekkora? Másfél éves. Kislány. Másféles kislány. Hmm. Hogy hívják, igen, a kis picikét? Hajnalkának hívják. Hajnalka, helyes neve van. Hajnalka. Alszik, eszik, minden oké? Okay. Igen, most éppen alszik. Na, hát az nagyon klassz. Jó, egyébként mit csinálsz, vagy mit csináltál egyes előtt? Betanított munkásként dolgoztam a Főkefeipari Non-Profit Kft-nél. Ó, milyen hivatalosan mondtad ezt, a hivatalos megfogalmazást hallottuk. Jól van, kivel szeretnél játszani? Ferivel. Szuper! Ez a beszéd, Ferivel. Jól van. Jó játékos vagy, készültél rá? Készültem már régóta, szerettem volna veletek játszani, és remélem, hogy sarokba fogom szorítani Ferit. Azon leszek. Igen, készültél olyan kérdésekkel? Igen. Menni. Már a tervem megvan. Felépítetted a beszélgetést, hogy miről szeretnél Ferivel beszélgetni. Igen, remélem, hogy sikerülni fog. Gyakoroltál is a gyerekkel? Hát a gyerekkel még nem tudsz, mert ő nem beszél. Igen, humorban. Aha, humorizáltunk nyilván. Szoktunk. Igen, megesik velünk, hogy nem mindig mondunk mindent komolyan. Persze, nyilván nem beszél. Oké, jól van. Na, mehetünk? Persze. 3, 2... Várj. Szeretem a megszokott köröket. Jó. Találj meg minden gombot. Jani? 3, 2, 1, fire. Kata seprűt gyártottál a gyárban? Dossziékat hajtogattam. Azt hittem kefét. Kefegyár, ugye? Kefegyár, így hívják, de régen volt kefe, most már keveset gyártanak, tehát az már megszűnt. Uh-huh. Úgyhogy... Dossziét csináltok.
Így van, és én fönt a második emeleten dolgoztam, a kefit pedig az első emeleten csináltam. Szuper, azt mondtad, akarsz kérdezni, ugye? Hogyne szeretnék, persze, természetesen. Azt szeretném kérdezni, ugye neked a gyerkőcöd nem sokára, a túróba. Pedig basszus, már most fogalmaztam azt, hogy dicsérlek meg, hogy igen, hogy mennyire hogy te persz. Hogy te milyen jó játékos, és ezzel a lendülettel letolod pedig az egészet. Azt mondtam, hogy csorokba szólítom. Igen. Szép volt, Feri. De jó. Kata, figyelj, igen. Én nem mindig sajnálom a játékosokat, mert van, aki egyszer hallatszik, hogy izgul és nem érdemli meg, de te nagyon-nagyon-nagyon jól játszottál. Komolyan mondom. Tényleg, megdicsérlek. Kicsit... Annyira sajnálom. Ezt a túróban mondhattam ki, ezt, hogy nem sokkal. Igen, kapkodtál. Egy picit annyira mentél előre, hogy én már féltem az elején, az első 10 másodperc után, hogy úristen, ebből baj lesz, mert nagyon toltad. Aj, Kata. Én Feriért nagyon izgultam. És szurkoltam neki. Ugye? Uh-huh. Legalább te mellettem állsz, köszönöm. Nem, vannak jó játékosok, akik ennek azért drukkolok, mert nem a ellenetek, hanem mert annyira lendületes és jó, hogy mondom, basszus, jó játékos. Igen, tehát ritkán találkozunk azért jó játékossal, és Kata az volt, úristen, mondom, magabiztos, kikerüli, válaszol, fenti emelet, lenti, jól mondja, mondom, de jó lenne, ha kibírná. Valameddig legalábbis. Meg ahogy telik múlik az idő, egyre izgalmasabb lesz. Igen. Ilyenkor, hogy... Hát legközelebb is meg fogom próbálni. Kata, próbáld meg. Jó, sajnálom, tényleg picit lassabb vagy kimértebb, akkor ez sikerül. Én is nagyon sajnálom, de legközelebb sikerül. Jó, ne keseredj a játék. Jó? Oké, oké. Köszi. De hát azért nekünk megvan a polcia, Kata. Hey, gyerekek! Hát azért, ami jár, az jár. Aminek örülünk, annak örülünk. 2-1. Ennyi. Jó, de még nyerhetnek. Bár, tehát, hogy mégiscsak ne rángasd az oroszlán bajszát. Ja, de csak azért mondom. Meg, még igen. De elvileg. Meglincselnek bennünket. Na gyerekek, egy érdekes témával folytatjuk a hírek után, mert nem akarom nagyon már itt feszegetni a húrt én sem, de megint UFO téma, ugyanis... Végre. Jaj, de izgulunk. Ugyanis gyerekek, egy nagyon intelligens tanár ember, uh-huh. aki szombaton a Magyar UFO Kutató Szövetség által tartott újpesti konferencián is tartott előadást, informatika angol szakos tanár elmeséli nekünk, és elmesélte a közönségnek, hogy gyermekkorában is látott az ágya körül idegen lényeket. Az ágya körül. Az ágya körül, igen, és mindjárt megszólaltatjuk, és mesél nekünk UFO észlelésekről, találkozásokról, és nem arról van szó, hogy egy olyan ember mondja, akinek nem hinnénk el, intelligens tanárember, tanít, informatika, angol szakos tanárról van szó. És adott ő már interjút, volt egy UFO találkozó, újpesti konferencia, és ahol ő arról beszél, hogy igenis vele találkoznak, őt elviszik, milyen találkozások voltak, mi történt ezeken a találkozásokon, és hogy tudott ő kapcsolatba lépni földön kívüliekkel. Végre. Uh-huh. Jól van, idegenek az ágya körül. Igen, de aztán vidéki rokonok. Felkapcsolták a villat, és rájött, hogy ki. Ez a baj veletek, ez a baj. Ha azonnal a sztereotípják, hogy biztos bolond, dehogy bolond. Nem, figyelj, tanárember. Nekem például most... Na most ez egy ilyen megdönthetetlen bizonyíték, hogy ő tanárember, akkor ő biztos, nem azért, hogy... Feri, hanem mert Újpesten volt. Érted, ez nem Nevada, meg a nem tudom hanyas körzet, hát ez az Újpest. Most a kanadai védelmi miniszter Smafu, nem tudom milyen 51-es Smafu. Körzetben ott nyilatkozott, nem tudom, FBI igazgató Smafu. Smafu. Itt van egy tanárember, intelligens, értelmes, és elmondja nekünk jó. is, hogy jó. hogy találkozott földünk kívül. Nekem meghallgatjuk, én nem hallottam még ott nyilatkozni, de hallottam már, hogy mikről beszél. Érdemes szerintem meghallgatni. Hát, mindenféleképpen. Mi mindig tanulunk ezekből a kis eseményekből. Hogy várom például azt a videót, amit ugye megígért nekünk, azt hiszem, hogy pontosan ennek a szövetségnek az elnöke vagy titulára, hogy átküldi. Viszonylag lassan jön át. Ja, mert mindent kitakarítottam az e-mail fiókomba, hogy legyen hely. Mert először azt gondoltam, hogy azért nem jön át, tudod, mert nincs már hely. Érted? Nem tudod felrakni a pontos címzés, gyors kézbesítés. Irányítószámot mindig írjon a borítékra. Figyeljetek, meghallgatjuk, már érzem, hogy ti hogy álltok ez a dologhoz, de hát számítottam rá, meghallgatjuk, hogy mit mond. Jó, egy informatikus, angol tanár, szakos tanár, tényleg, hogy mond, informatikus, angol szakos tanár, igen. Uh-huh. Mit mond a földön kívül? Miért érzem azt, hogy ez az egyetlen kapaszkodód, ez az tanár, informatikus, tanár, angol tanár. Diplomát! Nem lehet. Yeah. Na, szóval, hogy vele folytatjuk a hírek után, 3 perc múlva pontosan 7 óra, jövünk Ákos híre után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en.
7 óra múlt, 12 perccel szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, jó reggel, szerda van, és hidegbetörés, gyerekek. Nem azt jelenti, hogy mindenki zárja be az ablakot, nem úgy tör be a hideg, hanem az országba, vagyis a Kárpát-medencébe betör majd a hideg, és egy pici lehűlés jön. De hát hozzá vagyunk elszokva, hogy március 15-e nem arról szól, hogy vidáman beleszaladunk a szabadságharc emlékébe, hanem fázunk. Ugye? Hát ez most már évek óta így van. Régen nagyon-nagyon jó idő volt 15-én. Most valahogy kicsit kitolódott ez most az egész. Fázva szaladunk. Fázva szaladunk bele, így van. Uh-huh. Így van. A szabjákba, a lovakba és a kokárdákba. Micsoda képze van. A szabjákat kihagyom. micsoda képze van. Na nézzük, hogy mi helyzet az utakon. Mert a mi drága hallgatóink, a mi kis családtagjaink küldözgetnek nekünk közlekedési üzeneteket, ezeket pedig én nem olvasom. Dehogy is. Köszönöm. Fogarasi Gvadányi út kifelé két autó ütközött, taxis István küldte nekünk. Aztán Csornán a Szombathely felől érkezőkre, valamint Csornán a Hunyadi iskolánál a tilosba hajtókra figyelnek a birodalmiak, üzeni Olivér. 8-as út, 58-as kilométer. Trafiznak. Így van, Galaxis Gabi küldte nekünk, Csornán a győri autón kisbuszban. Drága fotók készülnek. Moa üzente nekünk, 6-os úton pedig nincsen semmi. 185-ös kilométer M3-ason. Egy rendőr ül az autóban a kamera mögött. Hári, köszönjük szépen. M3 a 142-es kilométer a Gelei pihenőnél rendőr autóból. Drága képeket csinálnak. 24 órás futár Pisti küldte nekünk, és 12. kelet Böszörményi út, Nagy Enyed út Turultér kereszteződésében. A rendőrlány mosolyog, mosolyog, te is, mert drága lesz. Nem, sárgán villognak, ja, a lámpák. Ezt de minden reggel egyszer. Rálöklek erre a nagyobb primitív folyéra, de ami egyszer megtörténik, kétszer megtörténik, az már szokással válik. Ezt már így kell, tehát ezt egyszerűen szeretjük, úgyhogy ezt így fogjuk csinálni. Na. Ott Feri aknák vannak, oda nem megy, megint oda megy. Feri ott van, az nem megy, megint rálőjje. A körútról, ha valaki ír, mert tegnap egyszer... Melyikről? Hungária, Kiskörút, Teréz, Margit. Ilyen kérdéseket a Feri szokott feltenni, ezt szoktok visszakérdezni, olyat, hogy nem tudsz rá válaszolni. Az nem a Hungária körút, hanem váratlanszerűen felfestették a buszsávot mind a két oldalra, tegnap délután már mozdulni nem lehetett, hogy ott hova? Ott mi? Nincs villamos? Mert a villamos ment. Összesen két sáv van, az egyik most buszsáv lett? Az egyik egy sávon mehet. Uh-huh. Mind a két oldalon. És meddig tart a buszsáv? Egy bizonyos ideig? Hát, amit én keresztbe mentem rajta, a körúton keresztül mentem, és ott láttam, tehát de a villamos ment, működött. Pedig csak éjszakai busz jár, vagy pótlóbuszok ott napközben, a körúton nincs. Csak keresztbe van trolli forgalom, de hogy ott busz, kék buszt ott nagyon ritkán látni, tehát ott nincs igazán igen, busz, éjszakai. Van villamos. Hát ott megy a villamos, egy hülyeség lenne azért. Minek lenne? Most mind a két oldalt buszsáv van, egy sávon állnak az autók, és őrült dugó van. Most vagy lecserélik a villamosokat, de ahhoz megint nem kell, vagy sín felújítás van, ezt most csinálták meg nem régen. Vagy még egy pár sín, majd a szélére. Az fúrja, gyerekek, az fúrja. Én nem látom át pontosan, majd megjegyek. Nálunk sokkal okosabb hallgatók, hogy miért, de ott nem tényleg nincs olyan buszforgalom. Nincs ott buszforgalom. Éjszakai meg, ugye? Buszám van, hát mutassam. Hát lehet, hogy ez már valami fejlesztés a jövőre. Készül a dugódi, vagy és valami kis csel van itt a dologban? Vagy nem, nem tudom. Itt van, tessék. Muti? Ott van, sárgával van, tehát ideiglenesen van a buszsáv. Lehet, hogy a felújítás miatt a villamos nem fog járni akkor, és akkor autóbusz lesz. Lehet, hogy ez csak a hétvégére vonatkozik, fene tudja. De ilyenkor viszont haladhatna a sínen is, mert itt ugye nincsen fű. De hogyha dolgoznak rajta, akkor nem tudod haladni. Nagyon jó. Ugye? Nagyon jó. Ez érdekes. Tényleg jó voltál most. Nagyon jó meglátás. Itt van a telefonon. Kösz. Figyeljetek, gyorsan rákerestem csak egy film alatt erejéig az időjárásra. Mondtad, hogy márciusban mindig ilyen szokott lenni, úgyhogy rákerestem, hogy mi is történt egészen pontosan 1848. március 15-én. Srácok, déli-délkeleti irányú mérsékelt szél fújt. Ezen a napon a hőmérséklet fagypont felett alakult, napközben alig változott. 6 Celsius fok körül volt a hőmérséklet, az átlagosnál hűvösebb volt az időjárás. Aha, de nem kellett átszállni másik lóra. Nem, igen, és akkor még buszsáv sem volt a körúton. Nem volt annyira hideg. Amikor egy fura fiú 18 évesen berugott, fölállt a pilvakzon az asztalra, és aztán elindította. És aztán elindította a szabadságharcot. Szóval, hogy hideg volt akkor igen, is. Igen, hogy ez általánosságban jellemző. Nem csak az utóbbi évekre. Ez jó.
gyorsan mondom, mert rohadtul fázok, talpra magyar jön! És egyébként ez az holnap, meddig mutatja visszamenőleg az időjárás? Tudjuk, hogy 895-ben, mikor besétáltunk, akkor milyen idő volt? Vagy ezt csak véget ért? Tehát kiírja holnap, hogy eddig tudjuk. Ott ebből az időszakból 1526 a még Mohács. Felelhető írásos emlékeknek a száma limitált. 1301 az Árpád ház kihalásának férfi ága harmadik Andrással milyen idő volt? De mit mond? Hogy a katalaunumi síkon a hunok csatája előtt egészen közvetlenül igen. Mit értem? Az aranybulla megújítása 1351, na, uh-huh. ott milyen idő volt? Elteszem nekem. Ezeket a jegyzeteket a tarsolyomba, aztán pedig rárohanok a rómaiakra, gondolta. Mielőtt valaki megírja, hogy aranybulla 1222, az aranybulla megújítását mondtam, jó? Mondom önkéntes rendőri vénával megáldott hallgatóinak, akik már aranybulla 1222, mert az egyetlen tudják, én a megújítását mondtam, mert az 1351. Jó, hát számomra pedig, ahogy emlékszem, 1986 az aranybulla. Figyelj, amikor én először aranybullát éreztem, jó, az 77 volt a szülőszoba. Nem volt. Ott aranybulla volt. Akkor nem császáros voltál. Micsoda? Hát nekem csak javasolták, aztán mondták, szegény édesanyád, ezzel a fejmérettel azért könyvbe lábadt a szemem többször is. Na, gyorsan, visszatérünk még egy pillanatra a játékhoz, mert hogy itt vannak lincs hangulatban élő hallgatóink azóta, akik talán lemaradtak arról a szabálymódosításról, hogy hiába egy szó, nem egy szó, megállapodtunk abban, hogyha a nem csak elhangzik abban a szempontból, hogy nem, és az benne van, akkor nem fogadjuk el, mert akkor bele lehetne menni az igen csak, a nem igen, akkor azt mondhatod, de a nemet igen, de a nem igent igen, az igen csakot igen, szóval, hogy ezt nem fogadjuk el. Természetesen, ha valaki kimondja, hogy nem csak Károly, vagy nemzeti, abból értelemszerűen nem jön az, hogy a nemet kimondta. De azok a tiltószavak, amik benne vannak egy összetett szóban, azokat nem fogadjuk el. Ebben maradtunk. Ugye? Így van, hiszen volt egy olyan játék, amit te ezzel játszottál végig. Igen. Direkt bosszúból. Direkt én megmutattam másnap, hogy élvezhetetlen a játék, mert elkezdtem mondani, hogy nem igen tudom. És akkor azt viszont nem fogadjuk el. Igen, csak nehéz napom volt tegnap. Azt akkor szintén nem szabályszegés, mert az igen csak egybeire. Tehát abban maradtunk, hogy nem. Ugye, tehát ezeket nem fogadjuk el. Mert a tagadás vagy helyeslés van benne, tehát hogy a szó gyakorlatilag azt jelenti, amit a nem vagy az igen szó, csak akkor onnantól kezdve az már nem. Tehát holnap ki lehet mondani, hogy nem csak Károly, egészen nyugodtan. Nyugodtan. Székesfehérvár. Igen, Székesfehérvár, vagy nemzeti ünnepünk, ezt így ki lehet mondani, de... de az, hogy nem igen, vagy igen, csak ezeket továbbra sem. Jó? Tiszta ez így? Tiszta, igen, köszönjük. Persze. Lényeg, hogy itt a pont. Figyelj csak, meddig húzod még az időt? Mivel? Hát a közlekedési infók, na de mi, 4-es, 6-os villamos, nem igaz, igen, csak nem. Szeretek igen. Reagálni a csalással megvádolt SMS-ekre, mert nehogy ezt egy hallgató azért tekerjen az, hogy rohadt szemetek. Tökre igazad van, csak értjük, akkor ekkor a szenzáció van a tarsolyodban. Értjük, csak az informatika angol szak, tudod? Tehát, hogy az UFO! Hát, az még hagyján a UFO. El kell, hogy mondjam nektek, hogy azért hozom őt. Nem kell. Senki sem kétszerít téged erre. Van témánk. Félértés, ne esik. Tudom, hogy érdekel ez benneteket. Tudom én. Azért hozom őt. Egy informatika angol szakos tanát, mert eddig mindig megváltottatok azzal, hogy félbolondok szerepelnek amerikai meg kanadai védelmi miniszterek, meg ilyen leváltott kamu, ilyen nem is tudom, ilyen... És most egész bolond vagy? CIA, akik már meghaltak, ugye ilyen CIA vezetők, akik ugye nem is igaz az egész, meg egy nagy kamu volt az internetes videó. De gyerekek, hétvégén tanulmányoztam, hogy kik adtak elő ezen a bizonyos magyar UFO kutatók által tartott újpesti konferencián. Te ott voltál! Jó. Fogadjunk, hogy elmentél. De hogy mentél. De biztos vagyok benne. Hogy nem ment volna el? Hát a téma ér. Álszakába beültem hátra. Észé, vastakerete szemüveg benne, az egyik egy leragasztott lencse. Csak átnéztem, gyerekek, az újpesti konferencián megszólalókat, hogy mennyire komoly konferencia. Ha egy ekkora fejet elkezd álcázni, abban a pillanatban azt hiszik, hogy egy járóás szürke van ott. Igen. És kivezetettek a teremben. Nem, fölvisznek a színpadra. Fölvisznek a színpadra, és bemutatnak. Köszönk és vannak! Igen, és itt tartanak egy ilyen kis előadást, úgyhogy egy ilyen kis lézerpöttyel a fejem, mutogatnak felszegezve egy táblára. Nem csak megnéztem, hogy kik adtak elő gyerekek, hát mégis egy UFO konferencia, hát én azért ezt így figyelem. Aha. Csendben figyelem. Nem mindenkinek hiszek, de átnéztem. És gyerekek, informatika angol szakos tanár arról beszélt, hogy ő bizony találkozott földön kívülivel. A büfében? Hányan mondták vagy már ezt? Na most kérdezem én, egyből bolond az, aki ilyet állít? Nem. Nem, ezt nem mondtuk. Mitől válik bolondá?
találkozhat, de csak a beszélgetés után sütjük rá, hogy bolond, vagy ha valaki azt mondja, hogy találkozott, egyből az? Nekem a bizonyítékok hiánya szokott. Na már megint jössz a bizonyíték. Az, hát, hogy várom nagyon ugye azt a bizonyos videót is, ami a több száz holdra szálló UFO-t megörökítette. Majd azt megjön az UFO-nautával egyetemben. Nagyon várom azt a videót is, és igen, mi vidékiek, mi parasztok abban hiszünk, ami ott van az asztalon, kolbász alakú, tehát az Tudod, a disznóban. A disznóban abban hiszel, abban meg, hogy Zolika egy kicsit betintázott valamikor, és ahogy dölt hátra. Akkor... Azt lefelejtsd meg, hogy a májusi eső aranyat ér, azt is elviszik. Szerintem azt, és az azt is ér. Hát, de az tapasztalat. Igen, az itt évszázados ugye... tapasztalat. Tehát most ő mit mond az infoangol? Hát, olyanokat, hogy megremeg a térdünk. Hogy bepisiltek. Azt a kutyafáját. Igen? Még van időm esetleg kiszaladni előtt, hogy megnyitni magamon? Én nem akarok. Én kíváncsi vagyok, hogy ez milyen. Azt kell, hogy mondjam, nincs. Na, meghallgatjuk, jó? Ő már egyébként megszokta, hogy azok a hitetlenek, és azok a saját valóságban, csak a saját valóságban létezni tudó korlátolt emberek, amiket ti vagytok, azok rásütik, rányomják azt a bélyeget, hogy na, a bolond ufós. De ő ezzel nem foglalkozik. Na, ezt mert szeretem. Erről szívesen beszél, és hangsúlyozom, informatika angol szakos tanárember. A nagyadú, érted? A nagyász. Na, itt van Aranyi László a vonalban. Halló, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szervusztok! Jó reggel! Mióta hallgatod a beszélgetést? Egy 10 másodperces, sajnos az adószentesen nem fogható, úgyhogy... Javulnunk. Akkor mióta adásban vagy, úgy értem. Tehát, hogy miért mióta Anna bekapcsolt. Most már 20 másodperc. Informatika angol szakos tanár vagy, ugye? Így van, író, szakfordító, emellett a agitanikánál vagyok, űrkatonai szakértő, külsős szakértő. A kutyafáját. Űrkatonai szakértő. Kérem a bíróságot, jegyezze fel a bizonyítékok mellett. Már hogy melyik haditechnikánál, a magyarnál? Természetesen a magyar haditechnikánál, igen. Magyar haditechnikánál, ha űrtechnikát akarnak bevetni, akkor téged hívnak. Hát igen, tulajdonképpen így szokott működni, hogyha valamilyen érdekes téma van, igény a szerkesztőség részéről, akkor megkeresnek, illetve én szoktam témákat ajánlani. Most a magánűrhajózásról írok már néhány hónapja. Miről? Bocsánat, nem hallottam. A magánűrhajózásról. Magánűrhajózásról. Na, Laci, te megszoktad már, gondolom, hogyha elkezdesz arról beszélni, hogy te mit láttál, mit tapasztaltál, akkor mindenki hülyének néz, akkor nem? A kollégák átülnek egy másik asztal. A kollégák elfordulnak, arról, nevetnek. Nem csak ebben a témában, sok másban is, de megszoktam, hogy kell egy 20-30 évre bemegy az input a rendszerbe, és kiderül feldolgozni. És te tartottál egy előadást, ugye? Jól mondom. Ez... Nagyon sokat szoktam, igen, szombaton volt Budapesten az UFO magazin 25. jubileumi előadása, ezúttal az Exopolitika címmel. Miről beszéltél ott? Igazából a személyes találkozásaimról beszéltem, egy összefoglaló előadást tartottam, persze epizód jellegű módon felidéztem néhány élményemet, hiszen 40 éve történnek furcsa és érdekes dolgok velem. Egy 40 perc alatt nyilván csak egy töredéket lehet felvillantani, nem is azt tud beszélni róla. Így adásban el lehet mondani egy olyat, ami ilyen nagyon bizonyító erejű a szkeptikusok felé, és hogy te találkoztál már idegennel földön kívül? Hát, igazából... És át tudod-e küldeni a fotót? Hát az fent van a honlapomon, nagyon sok fotó fent van. Igazából meggyőzni azt kívülről senkit nem lehet, úgy gondolom. A meggyőzés az belső folyamat. Aha. Mi volt az első találkozásra? Emlékszel, Laci, hogy mi történt? Még egy előző mondat, tehát én hiába teszek föl kívülről bármilyen bizonyítékot, ha az ember tagadó álláspontra helyezkedik, akkor akármit csinálhatok. Helyes, rendszabályoz meg őket, igaz, abszolút igazad van. Két tagadó álláspontra helyezkedett. Nem tudom őket megszabályozni, nem az én feladatom. Ennyi az, hogy információt szolgáltassak is, hozzá hiteles információ. Na, mi volt az első? Mire emlékszel? Hát az első az aranyos volt, amikor voltam úgy 3-4 éves és rettentő rossz gyerekként. Egyfolytában a mumussal és a zsákos bácsival ijedgettek, úgyhogy ha valaki csöngetett, akkor már félve nézte a nagykapu felé, hogy úristen, most itt a mumus vagy a zsákos bácsi, és visz engem el. És egyik éjjel arra ébredtem, hogy kis lények körbeják az ágyamat, mondom, úristen, itt a mumusok, na nekem most annyi. Anyukám csak lebeszélte a mumusügyi biztossal, hogy na most már engem el kell vinni. És első ijegységemben teljesen normálisan reagáltam, rájuk kiabáltam, hogy van ott valaki, menjen onnan, és közéjük vágtam a párnámat. A kislények álltak az ágyat közé. Oda vágtam a párnámat, így van. Ők hogy reagáltak? A szekrényt, akkor azt mondta, hogy ágyú, és el is tűnt mindenki abban a pillanatban. Hogy reagáltak a lények?
hát eltűntek, és 15 évvel később derült ki számomra, amikor megjelentek az első ilyen felvételek is, beszámolok az országvilág, illetve a tükör hasábjain. Hogy csak az óvodástársaid látogattak meg. Nem voltam akkor még óvodás. És egy születésnapi zsúrod lett volna, csak lefeküdtél. Akkor még nem volt kötelező óvodás Istennek, ha bár a sarkon volt. És 15 évvel később merült ki, amikor ezek a fotók megjelentek különböző újságban, leírások, hogy igazából földön kívüleket dobáltam meg párnával, és ez nekem nagyon tetszett, hogy így történt a kapcsolatfelvétel. Nem ilyen IT-s módon, hanem közékvágtam. Hogy néztek ki, arra emlékszel, hogy milyen alakjuk volt? Ezeket a tipikus kis szürke lényeket láttam, csak akkor persze nyilván fogalmam nem volt ezekről, hogy mik ezek, mert egyáltalán hogy néznek ki. Mondtak valamit? Álltak, kérdeztek? Nem, álltak, én erre és néztek. Hogy állnak és néznek, és én megdobáltam őket a párnával. De el se vittek? Senkit nem üsznek el soha, ez egy abszolút téved. Hát nem, a Pataki azt mondja, hogy őt elviszi. Igen, az Attilát elvitték. Tehát ezeknek a idegeneknek nincs szükségük arra, hogy bárkit elvigyenek, egyszerűen olyan technikával rendelkeznek, hogy hogy mondjam, 1000 kilométerről képesek bárkit megvizsgálni, földrejteni, kutatni. Semmiféle ilyen elrablásos esetre nincs szükség, ezeket főleg a pszichológusok tárták az emberek agyába. Nem találkoztam olyan valós élménnyel, ahol tényleges elvitel történt volna. Tehát akkor az Attila nem mond igazat? Szerintem nem. Aha. És azóta te többször találkoztál, tehát többször jöttek hozzád az ágyadhoz, vagy a lakásodba, a kocsidba, hova jönnek? Nincs autón, kerékpárra jár, a két mindig lakásra jönnek egyébként, amikor ez történt annak idején. Volt egy nagyon jelentős, egy kétfogásos eset, hiszen minden gyerek, amikor már elkezdtem ezzel foglalkozni, arra vágytam, hogy idegennel kezet fogjak, amatőr csillagászként is erre vágytam, és volt egy ilyen kétfogásos eset. Amikor arra jövettem éjszaka 2:30-kor, hogy egy idegen lénynek fogom a kezét és nézek a szemébe. De nem lehet, hogy csak a szüleid gratuláltak a diplomaosztóhoz? Volt már egy pár, de nem beszélgettünk akkor sem, csak így néztem a szemét. És nem lehet, hogy egy osztálytalálkozó után hazavittél egy számodra eddig ismeretlen lány? Hát azért a magasság az 1,20 meg az 1,60 közt azért. Hát figyelj, lehet, hogy már térben. Az ujjai meg a szemeállás, hogy csak és ott volna, álltatok a szobában? Tehát ott álltatok a szobában készfogva? Hát én feküdtem, mert élvetem, hogy fogom a kezét, utána kiúzta a kezét az enyémből, és ilyen kacsázó járással térdés könyök nem hallott. De mit akart? Igen, mit akart? Én erre vágytam. Én volt egy előkészítési szakasz, amikor 5-6 hetenként egy szobámban megjelent egy-egy idegen, mindig közelebb és mindig hosszabb időt. Tehát erre fel voltam készítve, hogy egy ilyen eseménybe fog ez az egész. Tehát nem csak odaállt rögtön, hanem egyre közelebb. Nem úgy durrasztán kész, hanem ezek 5-6 hetes időt. De kommunikálnak, mondanak valamit, átadnak valami információt, kérdeznek, lopnak, elviszik a családi ezüstöt, tehát bemutatkoztatok egymásnak, Laci. Úgy érzem, hogy tudatosulnak bennem dolgok, tehát nem mint telepatik üzenet, vagy nem hangokat hallok, hanem egyszerűen rájövök, ráérzek dolgokra. Úgy érzem ebben. Mire? Tudsz nekünk segíteni? Én nagyon várnék egy ilyen találkozóra, de hozzám nem jön. Mert a Ferihez nem mernek, mert nem tudják átvágni magukat a szeránosokkal, a kolbászon. Nem gond a falon átvadni, mert úgy ment el, hogy átment a falon. Az embereknek a 10%-át keresik föl személyesen, ennyi embernek van személyes élmény, legfeljebb nem beszél róla, vagy nem tudok benne, hogy így jár. Ugorjunk már vissza erre, hogy így átmegy a falon, tehát ő nem ajtó, nem ablak, hanem átmegy a beton. Pedig ajtó is volt, igen, de a falon a távozott, igen, tehát nincs számos. A másik pedig egy gyógyításos eset volt, amikor nem ezek a tipikus szürke lények, hanem magas, emberszerű. Azért mondom emberszerű, mert maszkot viseltek, legalábbis úgy tűnt, hogy azt viselnek számomra. Na ezt akarom kérdezni tőled, idéznék tőled, figyelj, a Körös partján 91-ben létezett egy UFO bázis. Egyszer, ugye te 300 méterrel a talajszint alatt voltál, kamrák nem voltam, ez a újságírónak a fordítása, feldítése. Aha, de mi történt, mi volt ez? Ez úgy történt, hogy egy kis srác éjszakai horgászatot végzett, speciálgatott, és a háta mögött egy hatalmas fényességet látott, megfordult, és azt látta, hogy egy repülő csészehaj ereszkedik lefele, és a talajon áthatolva eltűnik. Aha, tehát te nem voltál a bázison, mert az információ szerint voltál? Hogy nem hagyományos úton szedett információ, ahogy a bázisnak a kinézetét felrítettük. Tehát ez felrítés történt a cikkben. Tehát egyszerűen arról volt szó, hogy kimentünk a helyszínen, sugárzásmérővel, és különböző nem hagyományos eszközökkel, és ezt a bázis fel... Hány látogatás volt körülbelül? Tehát meddig számoltad? Vagy hányszor jöttek? Személyes találkozás? Igen. Hát ez körülbelül tucatnyi lehet a 20 év alatt. És soha nem mondanak semmit, soha nem kérdeznek, soha... Nem, soha nem volt. Csak állnak, néznek, aztán elmennek. Amikor meggyógyítottak, akkor tudatos volt bennem ilyen, hogy ilyenek az egészséges vagyok. Azon a találkozás során volt ez, hogy
tudatosult bennem, hogy most már minden rendben. Előtte, de mi beteg voltál, és ők gyógyítottak meg? Igen, másfél évig többször voltam klinikai halálban, ilyen szinten voltam beteg. Nagyon sok probléma volt, összeadódott is. És utána már a hónapra ez a dolog elmúlt, erre nyilván van orvosi lelet, hiszen mindenfajta tesztet végeztem utána. És azóta semmi baj? Azóta ilyen jellegű a baj, abszolút nem. Igen, mondjuk nem csak a betegséged múlt el, hanem a bázis is, mert hogy azóta se találja senki. Tehát, hogy nekem az a kérdésem ezzel kapcsolatban. Ja, hogy senki nem keres szerinted egy olyan helyet, ahol 30-40 ha jó van. Aha. Ja, hogy nem árulod el a helyszínt. Ezt szeretem, megmutattam a pontos helyszínt az eladás során, de a koordinátokat nem adtam meg. De láttad őket leszállni, vagy volt olyan, amikor igen, én láttam őket leszállni, vizsgáltam leszállási nyomukat. A legkisebb távolság 300 méter volt, amikor egy repülőcsészhajjal repült fölötte. Egyébként a 40 év alatt nagyjából 600 darabot láttam, ez nem 600 darab. De hogy vagy te ilyen szerencsés, basszus? Te ott állok kint állandóan. Nagyon egyszerű, ott van a Szentesfi utcája fölött egy hatalmas nagy lívvonal, és ők ezt mi van a lívvonal, De melyik utca ez? Fő utca. A Szentesfi utcáján van egy kutyafáj, de engem ez azért bosszant, mert egy csomószor állunk a Bennyvel, nézzük, és a gyerek hülyének néz, bemegy, nem történik semmi, én a Zsül fél combját odaadnám azért, komolyan mondom, hogy lássak végre, csak egyszer. Igen, eljöjjenek, vagy valami kézzelfogható bizonyítékot kapják, nem én, hanem a két hitetlen gyaur kutyának, hogy végre be tudjam bizonyítani ezt a dolgot, és soha nem jön felém senki. Te meg ott áll Szentesen, és repkednek feletted. Hát most lába sokkal ritkábban a 90-es években volt, amikor igen sűrűn és nagyon nagy számba röködtek fölöttünk. Aha. Szentes felett. Szentes felett, igen, a Fő utca lívona, tehát energia ösvény, és ezt használják meghajtásnak, ezt az energiakutató rendszer. Fel kell hívnunk a Badár Sanyit is, mert ő is szentesi volt. Tudom, mert és ezt a szentesiek látják? Tehát a szentesiek ezt látják? Természetesen, hiszen itt volt egy klubunk, rendszeresen megfigyeléseket végeztünk, beháromszögeltük ezeket az objektumokat, innen tudjuk a sebességet, átmérjüket. Mennyivel mennek? 950-nel átlagosan. Mennyi? 950. Hát annyi van, mint egy repülő. Hát az nem lehet, hogy repülőt láttad? Pontosan. Holdméretű vagy hatszoros holdméretű repülő nem szokott erre menni, kivilágítva hangtalan és derék szóval megfordulni. Hatszoros hold? Hát azt azért még a Qantas. Senki nem veszi észre. Azt azért még a Qantas se tudja, igen, pedig jó. Ez nagyon egyszerű, egyet hagy mondjak, hogy miért nem látják, hogy miért nem figyelnek az emberek. Volt, amikor napfogyatkozás idején kimentünk éjszaka, ez 99-ben történt, akkor a teljes napfogyatkozás. Nagyon sok repülőcsészet látunk, különböző típusokat, fél óránként berepülve a város fölé. Szentes fölé, éjszakról délre. Jött egy német turista busz, elkezdtünk kajabálni, egy UFO, föl sem emelték a fejüket. Tehát a németről az UFO-t gondolom nagyjából érdekel, minden nyelven. Németek érzéketlenek. Hát én ott lettem volna. De voltak szentesek is. Tehát az emberek fel sem hajlandók az égre nézni. Én most rakom, takarok. Te tudsz olyan konkrét időpontot, hogy én elmegyek veled, ott állunk Szentesen, és azt mondta, hogy Bali vasárnap este 21 óra 45-kor átrepülnek. Én elmegyek. Években volt ilyen, 9 óra 7 perckor, akkor ezt újságba is leadtam, és nagyon kutyafáj. Néhány ember vette a fáradtságot, nagyon kevesen. Ezt csak a szentesiek látták, esetleg, hogy éjszakról délre, akkor nagy mágocsiak is? Ez a vonal megy végig, tehát Szeged, Szentes, Szolnok, ez a vonal megy végig, észak irányba, és nem csak kelet-nyugat irányban, tehát aki ezen a vonalon van. A fő tájak vannak éppen szentesen. Figyelj, pont, és arra nem gondoltad, hogy egyszer mit tudom, bekamerázd a szobádat. Nyilván a családod is hitetlenkedik, barátok elfordulhatnak. Nem hitetlenkednek, mert a gyermekeimmel együtt találtuk a napfogyatkozási eseményeket. Végig a barátaim meg ugyancsak ételők. Nem, egyszerűen nem kamerázott be? Vagy nincs olyan felvétel, vagy nem tettél be kamerát? Nem gondolkoztam arra, de minek? Tehát, mert manapság olyan tennéka van, hogy bármit meg lehet hamisítani. A szakértő nem ismeri fel a szakértő szemben, hogy az a kép hamisítani. Hihetetlen. Na jó, de azért csak magadnak vagy az archívum, a családi archívum számára egy pár képet csak csináltál. De hát az csak magamnak vannak. Küldené nekünk képet? Hát a honlapomon fenn vannak a gabonakörök, a különböző találkozások. De olyan, hogy telefotózva vagy egy földön kívüli, mert a gabonakörtén láttam sokat. 96-ban volt, és nem volt, a Zenit kamerám nem igazán alkalmas arra, hogy éri fényképeket készítsen a Zenit tükörreflexes fényképezőgépen. Azóta meg nyilván nem ezzel törődök, hogy éjszakai fotókat készítsek ilyen látogatókra, mert nem is volt az a utolsó gyógyítás alkalmával. Ami történt személyes találkozás óta, nem találkoztam mindegyennel személyesen. De ahogy látom, egyébként most a fönn vagyok a honlapodon, azért az ördöngös tompa háti gabonaköröket azért megörökítetted. Laci, és a testület mit szól? Tehát ők ehhez mit azért? Én nem tudom, szóval, hogy azért az keméledik, hogy bemész és azt mondod, hogy... Könyveltek, ugye 30 évet tanítok, bekönyveltek hülye UFO-snak. Amikor oda kerültem, akkor még a 9 óra 7 perces UFO járt.
Várj, mert a volánbuszon ma 9-7-es szentesről, de igen, hogy mi az, hogy 9 óra 7-es UFO-ját, nem mondj ilyeneket. Hát, keletről nyugatra egy gyönyörű 9 óra 7-kor. Csészehaj, hajszál pontosan. Volt egy karácsonyi tanár összejövetel, ott volt egy 45 tanár, és akkor tettem egy próbát, én nagy bátran kijelentettem, hogy jöjjön ki velem az, aki látni akarja az UFO-t, 9 óra 7 perckor el fog repülni a fejünk fölött. És mit mondott a többi tanár? 45 emberből 3 jött ki. Ez mikor volt? Mert többinek órája volt. Nem, többieknek nem tudom, milyen volt. Talán a bátorsága fogyott el szembesülni egy kérdéssel. És az a három kiment? Az a három kiment, és mit láttatok? És azt láttuk, hogy kelet felől egy repülőcsészfej berepül, Szentesföld nyugat fele távozik. Nagyon de nem lehet, hogy a vize jött Prágából? Vagy, de... Hát Prága nem arra van egyébként, de aha. Nem probléma. És itt lehet látni az alsó részen a szelket elemeket ilyen távolságban már. Tényleg. Ez milyen magasan van ilyenkor? Ilyenkor 1 kilométer magasan volt, visszajött a 3 kolléga velem együtt. Na, mi volt, hogy volt, többiek kérdezték. Hát igen, láttuk, tényleg ott volt fejjel korangolt, Laci mondta. Na, ti is hülyék vagytok, ez volt a reakció. Aha, tehát hogy nekik se hittek. Tehát ha már neked nem hisztek, a kollégáknak se hittek. Nekik sem hittek, így van, mert az olyan dolgom, hogy az ember nem volt halad, de elfogadnám az időbe, se. És a családban egyébként mit szólnak neked, amikor előállsz találkozással, felnézel az égre, ott van valami, tehát mindenki hisz benne, mindenki hisz neked? Hát látják ők is, hát nincs ebből probléma. Jó, hogy tudnak, tehát hát, ők is nézik. Melyik családtagom sokkal többet lát, mint én, tehát ez inkább a fordított dolog van, amikor én nem hiszem el nekik, hogy mit látnak. És a gyerekek is látják? Sokkal finomabb érzékelők, természetesen kimondtak velem 99-ben egész éjszaka. Csodálatos, szép. Akartak? Repülősó volt, persze. Kimenni vele? Napkapás után kimentünk, persze. Rendszer. Laci, de nincs egy dátum, amikor én elmehetnék? Komolyan ott ülnénk egy nyári szentesi estén, felnéznénk az égre, én vinnék kamerát, vinnék videót, én végre egyszer lefotózhatnék egyet, hétfőn megmutattam a két hitetlenek, tehát nincs most egy fix dátum, hogy 8 óra 20. Tehát most nincs. 90-esekben volt, akkor itt volt nálam a félegyházi tévéstáb, hatalmas betamovi kamerákkal. Hajnal fél kettőig vártak mínusz 20 fokba, aztán bevárták a kamerát, mert elegük volt a várakozásból, és körülbelül 2 perccel később, hogy kijöttek rájutani, hogy 35 tagból álló rajt elrepülni felettünk. Féltek a tévésektől. Akkor karmolták össze magukat, igen. 35 korongot látunk egyszerre, ez a legnagyobb. Te tanítasz, Laci? Tanítasz? Igen, mindjárt indulom kell, igen, angol és informatikát, meg médiát és informatikát angolul. Médiát és informatikát angolul? Emény. Mi, mekkora gyerekeknek? Általános iskolában tanítok 5-től 8-ig. Te szoktál nekik erről beszélni, vagy mesélsz nekik az ilyen? Följön a téma, hiszen az angol könyvben is benne van, tehát ott tananyagként kezelik ezt a témát, abszolút nem szkeptikusan, hanem bizony le vannak írva esetek, fényképekkel, hát angol könyvekben ez benne van. És mit mondasz, aki bolondnak tart, vagy azoknak, akik rád legyintenek, hát vagy hülyének néznek? Mondani, csak azt, hogy nézze meg a szakmai pályafutásomat, nézze meg a írásaimat, olvass el, és engem hiteles ember tart, akkor sajnos nincs más lehetőség, mint azt, hogy ezt elhiggye, hogyha megtapasztalta így maga is, erről viszont van lehetőség. És a pataki elrablásaihoz? Az kamu szerint. Én csak azt tudom mondani, hogy a zenész társa, akivel 27 évig együtt zenél, soha semmit erről nem hallott és nem tudott. Tehát ez egy totál hitelen fölbukkan dolog. A legközvetlenebb hozzátartozó ismerés erről semmit nem tudtak. Én nem jó, mert ők mindig a cipőjüket nézik, amikor Attila ott van. Oké, nem hitelt hangulját, persze rendben van csak, de hát akkor is. És mit akarnak? Miért jönnek? Hát akkor megfigyelnek bennünket, hiszen be nem avatkozhatnak a viselkedésünket, a kultúráinkat, mert ugye van sokfajta. Azért a te szobádba csak bementek kezet fogni. Hát igen. Hogy köszönjük hát szépen, hogy ennyi éven kereszt. Másra is megtörtént, hasonló, hiszen abban a pillanatban, abban az időszakban, amikor ez velem lejátszódott. Mindjárt mondom a dátumot. Na, mindegy is. 96. február 17-én. Ugyanebben az időszakban, a negyed óra szórásban, 30 kilométeren belül volt két embernek, akiről tudok ugyanilyen élménye. Ők is látták. Ők egy nevűek egyébként? Életben, hogy ott szentesen tényleg mindenki ennyire szerencsés. Én meg itt ülök a kis kamerámmal, a két hitetlennek végre tudnék hozni egy bizonyítékot, hogy nézzé oda, ott repül. Érted? Örökre el tudnám hallgattatni ezt a két szkeptikus embert, fölöttetek ott nem a repkednek. Nem hallgatni, hiszen vágó is meg felkínáltam, hogy elmegyek elvest tartani nekik a szkeptikusok társaságába, kössek rám hazugságmérőt is, hogyha azt mutatja, hogy én igazat mondtam, akkor ő vonul vissza. Ha kiderül, hogy nem mondtam igazat, akkor meg én vonulok vissza. Hát nem hazugságvizsgálóval hívtad ki a vágót egy beszélgetésre? Így van, így van. És mi lehet, vagy mit mondod? Nem vállalta, visszakozott. Nem merik vállalni, hát ezek nem merik, hogy emberek vállalni a megméretetés. De azt mondtad, hogy ne ülj, tehát azt mondtad, hogy szemtől szembe üljünk le rajta, mert hazugságvizsgálót te kérdezel. Így van, és Pistám ott vonulsz vissza a helyszínen, hogyha én igazat mondok. Pistám ott vonulsz vissza a helyszínen, bátor. Nem vállalt, annyira, hogy nem vállalt. Mit mondod? Nem az a célja, hogy semmit, tehát elzárkodott előle, nem,
adta meg a lehetőséget. Nyilván nem az a célja, hogy bizonyítékot szerezzen. Igen, tudja, hogy a hazugságvizsgáló akkor nem működik, amikor valaki mélyen hisz abban na a dologban, na, amit képviselt. Na most igen, kezd igazán megakadni ez az ügy. Igen, mert ha a végbelemet, akkor is be tudom csapni, igen, persze, mindenfajta ilyen van. De mit csinálsz a végbeleddel? Ha összeszorítom a végbelemet, akkor is csak a hazugságvizsgáló. Na most kezdett el érdekelni ezt. De csak ceruzával, tehát ha van benne egy cerka, és arra rászorít. Ha ugyanez például a szerecsendióval is meg tudod csinálni. Szoktak azzal megmondani, hogy iszol, bolond vagy, drogozol, bélyegezel, LSD-zel. De a mai képek már mérnek bőrelektromosságot, szemmozgást, légzést, vérnyomást, eszméletlen sok tényezőt mérnek, és azt már nem lehet átváltani. És egyszer ők megmutatják magukat? Tehát egyszer én is állhatok ott úgy a hálószobában, hogy oda jön valaki, és azt mondja, hogy Balázs, vegyél föl! Itt a bizonyíték, mutasd meg a kicsinek, meg a kolbász zabálónak. Az emberek 10%-a érintett ilyen témában, tehát 10 emberben egy biztos, hogy... Megszoktam, hogy mindig benne vagyok az adott 10%-ban. És olyan esetleg előfordult, hogy egyik este felriadok az ágyam mellett, ott állnak öten, és azt mondják, hogy ezt azért kapott te kis gyökérbe, kiröhögted az Aranyi Lacit, és iszonyatosan pofán vált. Vagy pedig ide, hogy ők voltak az igazi múmusok, csak eddig átázták magukat, és visznek, aha, és annyi lesz a Zsákos bácsihoz így. Na jól van. Laci, elengedünk, mert órád van. Kiknek tanítasz most éppen, gyerekek? A nyolcásokkal fogunk Excel táblát szerkeszteni, és összefoglalom. Ez összefoglalom. Aztán megmegyünk, hogy még van másik a órám, ma 7 darab összesen. Laci, ha van dátum, időpont, változik a légtérútvonal, és újra Szentes fölött megy, szóljál már nekem. Vagy, vagy egy jó eladó telek, mondjuk Tömörkényen, vagy Csanyteleken. Nekem jó egy külterület is, megveszek egy gyümölcsös, lefekszem oda májusba a gyereke, valamit hát, ha látok, bekapcsolok, és infonomat értel, azt mindig egy tájvárs videó. Mindig nyilvánság hozni, tehát én annak vagyok a híró, hogy mindent a nyilvánság előtt. Úgyhogy, ha bármilyen sem lesz, azonnal nyilvánsághozom. Jó, egy e-mail, morningshow@classfm.hu, megmondod vasárnap 8-ra Bali, legyél Szentesen, olyat látsz, hogy pepis lesz. Fogom a két hitetlen, lemegyünk és megnézzük, jó? Hát, ha kapok róla a fülest, akkor továbbadom. Jó, hát ha változik újra a repülési útvonal. Okay. Laci, köci! Nagyon szépen köszönöm. Ciao, hello, 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 hello. Köszi, szia, szép napot. Figyelte, ez se? De nem. De ez már majdnem ő se. Azt akarom mondani, hogy, hát ha jó, ha senki, hogy, senki. Hogy az összes tanú, az összes megszállott, az összes UFO kutató közül ő volt a legszimpatikusabb, aha, iszonyatos ellánnal tolta, nagyon-nagyon hitt magába, vette alapot, jó arc volt. Figyelj, ha legközelebb is ilyetozol, remélem legközelebb nem lesz. Van még a tarsolyom, gondolt még. Nem vonultattam föl még a seregeimet. Ez csak ők csak az előfutárok voltak. Igen, jönnek volt, még. Ha van ilyen, hogy egy, mit tudom én, egy tízes skála, akkor ő ezen a hatost megkapja tőlem. Uh-huh. Meggyőzésben. Valaki szóljon az Aranyi Lacinak, hogy a helikopterbázis hetesen azért néha bekavar. Jó? Lehet. Csak így egész halkan mondom. Na ez a baj veletek. Itt kezdődik a bajom veletek. Aha. Hogy mindenféle nyomorúságos, racionális magyarázattal jöttök elő. Aha. Csak mondom egyébként, hogy László honlapján megnéztem, hogy mikkel foglalkozik. Atlantis, így kezdődik, aztán jön a Nakhamadi Gnosztikus Könyvtár, Petőfi Sándor, Jézus Krisztus és Szántóni Veréb Irén. Igen, és ugyanitt vízfőző üsteladó. Körülbelül, na. Nem, az a baj, hogy nem. Nem vagytok méltók az ilyen típusú beszélgetésekre, úgyhogy meg is hallgatjuk. István, nem hívjuk fel megkérdezni, hogy miért vonult ki ebből a sztoriból? Nem. Pistán. 3-4-8 lesz, 1 perc, hogy jövünk mindjárt a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 7 perc van pontosan 8 óra, jó reggelt kívánunk. Jött ez egy SMS, elnézést kérek az előbb elhangzott szentesi észlelések miatt, a szentesi agyag galamblövét egyes elnöke. Érdekes beszélgetés. Az volt. Megvan, hogy Aranyi László tanárhoz jár a gyereked. Érted? Lehet, hogy jó pedagógus, de könyörgöm. Az Excel tábla között majd elmondja az UFO észleléseit. De nem száraz, nem unalmas, ennek az emberek van fantáziája, és valószínűleg így is tanítha. Nagy Hamed Gnosztikus Könyvtárt és Atlantisról fog értekezni, vagy ott visszafogja magát? Vagy mi történt? Azért húzod föl magad az ilyen beszélgetésre, mert van benned egy ellenállás, hogy van. Igazából tudod, hogy igazat mond, és a szkeptikus éned vitatkozik. Aha. A hívő éneddel ez olyan, mint amikor valaki nem szereti a melegeket, nem csinál más, mint a magában ezt a fura érzést elnyomja a homofóbok nagy részét.
egyébként a magában maga való meleg. Ellenállás igen. miatt igen. utasítja el a melegeket. Igen. Most a másik fájó pontjára a két legérzékenyebbet fogta de te, meg. Te tulajdonképpen azért húzod föl magad, és leszel ennyire dühös, mert van benned vagyok. Valami mély igazság érzed, ami tudja, hogy azért ezek valójában léteznek. Tiltakozol, de egyszer fogod fogadni. Egyszer oda, ott hagyom Juditot és a gyerekeket. Egyszer ne várj, ami késő lesz. Még most, amíg fiatal vagyok. Hogy, de az nem, de, hogy az nem tűnik fel senkinek ebből a körből, hogy ha kamera van, akkor egyetlen egy UFO nem jön. Ahogy kikapcsolják, ott jön. Figyelj, hogy 300 méter felé. A föld igen. alatt 30-40 űrhajó van, meg alvóhelységek, és ez a mai napig nincs meg. Hát tehát, nem volt pénz a feltárásra. Hát Feri, hát azért én, a bányamunka, én kimegyek a körös az EU-s forrásokból csak 250 méterig jutottam. Én leások 300-ig. Hát hol legyenek most a szalajka völgybe? Hát persze, hogy a föld alatt. Feri, ezek olyan buta érvek. Azok, hát, ezek komolyan mondom. Buták. Viszont én felmentem egyiket a Lacinak a Facebook oldalra, és egészen biztos, hogy rendelek tőle majd egy falvédőt az utolsó vacsoráról. Az a baj, hogy... Van? Van. Az a baj, hogy itt volt Jézus, és Jézus is tulajdonképpen nem csinált más. Nem figyeltem, bocsa, Facebookot. Nézd. Itt vagyok, tanítok. Mit mondtak a hitetlenek? Azt mondták, tégy csodát, és elhisszük. Jézus csodát tett, és annak ellenére se hitték. Nektek semmi nem lenne jó. Ha most ide leszállna a Grupama stadionba egy földön kívül, azt is azt mondják, hogy biztos a Pataki intézte. Jézus is csodát kellett, hogy tegyen, hogy egyetlen higgyenek benne. De megtette, és akkor sem hittek neki. Nektek semmi nem jó. Semmi nem elég. Aranyi László. Szóljál majd, ha jön a Grupavába a UFO-ba, átmegyek. Megnézem, kettőt ütök egy csapásra, megnézem a füvet. Engedjük össze a Patakival. Nem vállalja a Pataki szerintem. Figyelj, egyértelmű, egyébként nagyon szerintem válnak hangkodtak el a műsorban. Ja, hogy nem vitték el. Igen. Laci szerint nem mond idegezett, at is. Na játszunk egyet, jó, Ben bácsival és Benu nénivel már is itt van. Játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafara csalogányai. Feri egy meleg UFO. Ha, mondtam, én mondtam, hogy meleg UFO. Tudom, hogy benned ezért van ekkora ellenállás igen. mindkét téren, mert nem vagy más, mint egy meleg UFO. És félsz, hogy lelepleznek. Ja, ezért terelek, mi? Te ezért terelsz, te ezért terelsz. Halló, jó reggelt! Szép jó reggel, sziasztok! Na még csak egy gondolat, bocsánat, életem legjobb döntése volt, most már egészen biztos vagyok benne, annak idején visszautasítottam azt a lehetőséget, hogy egy szobába aludhassak a Ferivel, amikor még a Danubiusnál dolgoztunk. Bizonyára. Képzeld el, hogyha ott állt volna az ágyamet, és fogja a kezemet, és erre ébredek. Ott nem hideg kézre ébredsz, apukádi van, hanem belegkézben. Hello, Dávid, Budapestről, hello! Hello, sziasztok! Szia. Hiszel az UFO-kban? Igen, de még nem találkoztam egyel se, ilyen... Hát ha találkoznék egyel, akkor lennék biztos benne. Hallottad a beszélgetést? Hallottam, és? Igen. Igaza van, ugye? Hát tanár ember, hát azért... Küldtem is egy SMS-t, a Biolex dalt költöttem át, hogy a kedvesem találkozott szentes... A gyufot látott szentes. Igen, igen. Jól van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berulén, figyelj! Vasárnap van. Helyes, templomban vannak. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! Na-na-na-na-na! Ó! Ajaj! Kérhetném meg persze. Ettől? Na-na-na-na-na! Na-na-na! Nem nehéz. Magyar égre, magyar UFO-t. Mutatunk hosszabbat, jó? Figyelj! Jó, rendben. Na-na-na-na-na! Na-na-na-na! Republik. Egy jó kis republik. Yeah. Így van. Dávid, hát a bögre nincs meg. Hát az sajnos nincs, nem baj, köszönöm szépen. A bögre nincs meg, de a többi megvan. Nyakbaakasztó sársapka. Így van, lassan a sársapkát majd cseréljük, mert jön a jó idő. Jó? Köszönöm szépen. Na, ügyes voltál, majdnem sikerült a teljes ajándékcsomagot elvinni. Köszi a játékot! Köszi, hello! Ciao, Dávid, hello. Na. Írjon már valaki szentesről, de most komolyan. Mit akarsz még, nem volt elég? Hát mindenki, ha benn volt a házakban. Akkor, amikor megjelentek.
Hát tényleg, ha van észlelés, akkor nyugodtan küldjetek el nekünk. Na, három oroszlán elszabadult a kecskeméti cirkuszból, egy óráig hiába kerestek három darab oroszlán. Igen, gyerekek. Ha jó, úgy látszik, hogy egy megvan. Igen, kettőt továbbra sem találnak. Ez ma csodák reggele. Megpróbálunk kapcsolatot létesíteni az Ötvös cirkusz igazgatóival, és utána járunk annak, hogy a fenébe szabadul el három oroszlán, mert hogyha három teve meglóg, három csirke, vagy három makákó, az ember elfogadja. De azért azt gondolnád, hogy ha három oroszlánt azért tartják annyira biztonságos körülmények között, hogy nem tud meglépni. Ezek az oroszlánok viszont megléptek, megpróbáljuk kitalálni, hogy történhetett, és hívjuk az Ötvös cirkusz igazgatóját, úgyhogy ezzel folytatjuk Ákos híre után. És kivet az ágy, ha már a csap feled hangzik a szár. A zuhany alatt, vagy a kávé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán. Télen és nyáron a hajnal hasad, a meló van, vagy csak pirítod a hasad. Valami felrász, magához húz, perc már kor előtt, vagy egy hiány húz. Tudod, hol a helyed, a napban két szó. Hölgyeim és uraim! Elindul a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. Itt vagyunk! Nyomd a bugit! Táncolj, Jani! Szerdai bugi! Szerdai bugi, 8 óra múlt 13 perccel. Muszkocsipő! Bölöpj a hátadon! Hagyad neki! Csücsörít a száj! Táncolj, Jani! Ne tapizzál! Engedd el a söker! Ez a... De úgy engedd el! Fogd rá elősebben! Én szeretem ezt a zenét, gyerekek! Amikor mozognak az autók, táncol Magyarország, nem? Mindenki ezt hallgatja, kicsit felhangosítja. Tekerj alá, Jani! Hú, de jobb vagyok! Rázza! Feri nem táncol, még mindig ki van az UFO-sztori. Hát most bejött, na mindegy, nem is, nem kezdem el. Aj, gyerekek! Mik történnek itt ma reggel? Ezoterikus reggel. Az. Mik történnek Szentesen? Mi folyik ott Szentesen? Szentesen egyébként egy gyönyörű város, természetesen mindenképpen érdemes oda elmenni. Akkor is, hogyha az ember nem UFO-kat akar nézni. De miért nem ír egyetlen Szentesi sem, hogy ők látták ugyanezeket a jelenségeket, amiket a Laci? Mert mindenki lefelé mert hallod, néz, tudod? 10%. 10%. Hát akkor azért 40 ezer ember, ha lakik Szentesen, még 4 ezernek csak kéne írjon, hogy... Őket már elhallgattatták. Aha, világos. A KGB, a CIA. Uh-huh. És a magyar rendőrség. Meg az országos katasztrófa vélete. Na nézzük a közlekedési híreket. M3-as bevezető extra lassú, kaptuk SMS-ben, két mentőrobogót éppen mellettem, lehet, hogy baleset volt, nem tudom, üzenem a BMW-s öreg úrnak, ne idegeskedjen, mert árt az egészségének. Bankos Kriszta küldte nekünk. Hevesen a Molkutnál! Mérnek. Így van, Budakeszi úton kékruhások adománygyűjtést folytatnak az autósokkal szemben. És küldte nekünk Szentes felett. UFO van. Trafi. Nagy bevétel várható, kaptuk ezt is SMS-ben, köszönjük szépen. M3-as bevezetőn. Sűrűn villog a vaku. Nagyon lassú a haladás. Ha? Nyilván a baleset miatt, ezt pedig Ildi küldte nekünk, ezek a legfrissebbek. Köszönjük szépen. Ha valaki láthal, tapasztal valamit, küldje el nekünk, jó? Hogy egy kicsit tudjunk segíteni azoknak, akik úton vannak. Ha, gyerekek. Leüllepedett az előző egy óra? Próbálom. Hogy tudott volna? Hát ez hetek, hónapok, talán évek is kellenek. Na, akkor menjünk tovább. A világ nézetek a sarkaiból fordult ki. Mi van még a tarsolyodban? Gyerekek, újabb kis érdekes történetet kell megfejteni. Ez ma mondom, ezoterikus reggel, oknyomozunk. Mert hogy három oroszlán szökött meg az Ötvös Vándor cirkuszból. Senki se tudja, hogy mi történt, megy a találgatás. És hát ezek az oroszlánok megszöktek. Ez miért ezoterikus? Az oroszlán csillagjegy miatt? Lehet, az oroszlán csillagjegy miatt. Kettő, meg kellene fejtenünk, hogy mégis ez hogy történetet. Hogy a francba szöknek meg cirkuszból oroszlánok, úgy egyébként, hogy a szabadidő park mellett van egy lakópark, egy nyugdíjas otthon, egy szakközépiskola és egy kollégium, és elvileg oda is bejuthattak volna. Az oroszlánok végül egyébként mindhárom állat meglett, az egyik szerencsésen etetésre hazatért. Na, ez rendes! Ez aranyos. Szenzációs. Nem boldogult a nyugdíjas otthon hátsó kapujával. Vagy a nyugdíjasokkal. Igen, szenzációs híreket lehet olvasni egyébként, hogy mi történt. Állampolgári bejelentés érkezett a rendőrségre május 10-én 16 óra 7 perckor arról, hogy a Benkó Zoltán szabadidőközpont zárt, zárójelben vízműdomb területén az ott állomásozó cirkusz által közül két oroszlán ismeretlen körülmények között elszabadult. Aha. Na most ugye nem csak kettő, hanem a harmadik is.
A rendőrök megkezdték a szabadidőközpont kiürítését, és engedélyt kértek altató lövedék kilövésére alkalmas fegyver használatára. Amivel egyébként... Az lehet... őrjöngő tulajdonos miatt. Az összehangolt munka eredményeként 16 óra 34 perckor a másik vadállatot sikerült bezárni, majd egyértelműen megállapítottak, miután számoltak, hogy több oroszlán nincs szabadon. Hát azért... Ehhez mondjuk tudni kell az alapszámot. Ez bizony, ugye? Ez így van. Igen, igen. Ha nincs meg három, akkor három. Na most engem egyébként az se nyugtatott volna meg, ha a környéktől érek, hogyha mondjuk nem három, hanem csak kettő szabadul ki. Sőt, még az egynél is azért lettek volna kétségei. Érted? Az ember sok dologgal nem játszik, például mit tudom, a medvével, Brüsszellel, illetve az oroszlánokkal sem, szerintem. Úgyhogy ez vicces is, meg nem is. Igen, a fotó zseniális, olvasó riportere egy bulvárlapnak lekapta, amikor az egyik oroszlán egy tisztóra vetette magát, mert hogy ebben a parkban egyébként kamionok, autók áldogálnak, és az állatok ugye szabadon járkálhatnak, de hát olyan állatok, mint varacskos disznó, meg póniló. Na most a fotón éppen az történik, hogy az egyik oroszlán ráveti magát a gyanútlanul legelésző varacskos disznóra, miközben egyébként 30 méterrel mögötte egy gyerek és két felnőtt áldogál egy autónál. Az, ugye? Tehát hogy azért egyébként isteni szerencse, hogy semmi komolyabb nem történt. Most én nem tudom, hogy hágni akar az oroszlán, párosodni, vagy... Nem, fel, Istenem, Röfi. Évek óta nem találkoztunk, rá csak választottak el minket egymástól. Kis barátom, hadd öleljelek meg, de az oroszlán éppen ráveti magát a varacskos disznóra. Tehát azért ez komoly. Totál pánik egyébként, de a kedves figyelmeteket felhívnám a két pónilóra, akik mint ha azt mondanak egymásnak, hogy ezért húzzunk már innen hall. Vidáman elgaloppoznak jobbra. Elmennek itt egy másik irányba. Hát azért, figyelj. Na jó, próbáljuk felgöngyölíteni az ügyet. Hogy történhetett? Az észlelés. Az észlelés, hogy történhetett az, hogy jött a gondozó, egyszer csak azt mondta, hogy Gazi, baj van, nincsenek meg az aranyszűrűek. Tehát, hogy mit van? Baj van. Hú, de nagy baj van. Volt egy megvilágosodott majom, aki egyébként szintén szabadon volt, körbenézett és azt mondta, most nem figyelnek az oroszlánra, gyertek kis pajtásaim. Oda ment az oroszlán ketrecet, és kinyitotta egy nagy, hatalmas, nagy tolvaj kulcsal az oroszlán ketrecet. Vagy szabotás történt, és belülről egy dolgozó azt mondta, hogy nem kaptam fizetésemelést. Na jó, akkor ezt nektek, és kiszabadított az oroszlánokat. Tehát rögtön az okokat nézett. Én próbálom megfejteni. Magától az észleléstől kezdjük. Jön neki röggel, egy-egy kávéval a kezükben. A gondozó? Az alkalmazott, igen, mondjuk az egyik gondozó, meg az idomár. A igazgató vagy az idomár. És akkor azt mondja neki, hogy Lajos, elkapod a rohadt nyavaját, szerintem a halálforgás most nem nagyon fog neki menni maga este. Alud, ki kéne találni a hely, halál, az oroszlánok. Értes? Hát, nem. Igen. És mindenképpen volt velük egy törpe. Így. A törpe. Ott már mellettük kacsajárásban egy törpe, és azt mondták, hogy igen, tehát, hogy hé, Gazi. Eltűntek az oroszlánok. Ez lett az első felfedezés. Az oroszlán vajon rájött, hogy valaki kulcsot hagyott az zárban, kinyúlt és a kispancsával kinyitotta, vagy lehet egy okos majom, aki kiszabadította az oroszlánt, és azt mondta, gyertek kis barátai. Egy okos, nem lehet? Egy okos majom, ilyen, ízének, ilyen török agának költözve, ilyen kis izébe, egy bojtos fiksa, meg kis piros mellénykében. Meg kis flitteres mellénykében. Bent ült a három oroszlán a ketrecben, jött a majom kacsajá. Jött a majom kacsajárásban piros pelenkával, egy cilinderrel a fején. És mit mondtak erre az oroszlánok? A majom értette, hogy mit mondanak az oroszlánok, ellopta a kulcsot, berakta az árba, és kiszabadította, kvázi rászabadította Kecskemétre a három aranyszőrűt. Igen, nem és lehet? Akkor a három oroszlán így kiszaladt, és igen? Örülni kezdett a szabadságnak, akkor a majom is elkezdett velőrülni. És és ott ugrál. Nagyon jó hozott. Benne ült egyébként a törpe, a két állatgondozó, és mondták, hogy csicsis már le azt a majmort, mit ugrál. Adjál már neki enni. Nézd már meg, mi bajom, hogy a Ricsinek. Este még mellépésünk, majd nyugtam már a majmort. Történt így. Hogy gondolkoztak az oroszlánok? Kidugták a mancsukat, rájöttek, hogy szabadok, az egyik oroszlán azt mondta, na végre elmegyek meg, hágom a disznó. Először kirakta a mancsát, és akkor nem... Rájött, hogy szabad. Valaki nem vett rá egy hatalmasat, egy ostorra, rájött, hogy ez bizony a szabadság. Mégis kiszabadított a majom, nem csak ígérte, ugye? Egyébként döbbenet, mert hogy... Én hova mentek? Elmegyük itt a nyugdíjasatomba, szerintem levadászunk egy-két tatát meg mamát. Hát te, én meg, elmegyek, elkapom röfit. Én meg ott kívánom a farát.
Olyan szemtelen ez a malac, te évek óta tudja, hogy be vagyok zárva, hogy úgy elkapom, hogy csillagokat lát. Áll kis kunkori falka alatt, megkeresem ám a kékbarlangot. És egyébként pont ezt látjuk a fotón is. A fotó azért zseniális, mert áll bent egy merci, áll bent egy kamion, sátrak vannak, emberek sétálnak a parkban, miközben tényleg természetfilmekben látsz ilyet. Tehát a National Geographic promója az az, hogy éppen egy oroszlán így ugrik rá hátulról egy varacskos disznóra. Mit gondolt a disznó? Nem, mit gondolt a három sétáló? Hogy ez, a három sétáló még nem látja szerintem, mert a kamion eltakarja. Ugye megvizsgáltuk már az oroszlánok szemszögét, a majom szemszögét, a törpe artista szemszögét, egyszer csak te ott legelgetsz egyébként 20 éve nyugodtan, és egy oroszlán disznó hátulról rád veti magát, hogy párosodjon. Azért azt se tudott hirtelen hova tenni. Hát vagy pedig az volt, hogy végre Leo. Vagy ennyi év után. Hát vagy igen, vagy gondolta, hogy eddig aranyos volt, enni adott, ez fura, eddig ezt nem akarta, gondolta a gondozójára. Igen. Etetett iratot jó gazdám volt, eddig ezt nem akarta. Ez az, Simba, adjál még nekem. Na, szóval, hogy mi van, ha ezek tényleg elszabadulnak, hogy ott megesznek valakit a nyugdíjasokból? Az nem vicces. Az nem vicces. Hát ott vissza kell adni a jegyárát. Ugye? Tehát nyugdíjas otthon, mi kollégium. Hogy a fenébe szabadulnak el ezek tényleg? Szakközépiskola és lakópark. És hogy lehet, hogy még ezt a képet, a disznót és az oroszlánt még nem nevezték be az év természetfotója pályázatra? Gondolod, amikor sétálsz a gyerekeddel a lakóparkban, és azt mondja, anya, itt egy oroszlán. Jaj, kicsi, anya, itt egy oroszlán. Jaj, kicsi, jaj, fogd meg a szajtot, és ott van egy oroszlán. De dug egy malacot. Ha beszélek apáddal, már megint mit nézeted veled este? Ugye? Na hívjuk fel akkor a cirkusz igazgatóját. Mondja el nekünk, hogy tényleg, hogy a fenébe szabadul ki három oroszlán, nem? Hát azért ez nem egy megszokott dolog. Egy kettőt voltak, vagy három külön. Tehát lehet, hogy csak egy oroszlán szabadult. És kiszabadította a másik kettőt. Az is lehet egyébként. Aha. Ja, mert igen. Ha ő szabad, akkor te is. Ja, nem, itt gólya viszi a fiat, és így átdobták a harmadikat a kerítésen. Hogy fogod be egyébként? Kilöved automatikusan? Kábító lövedék? Vagy oda is, hogy aha, ez az oroszlán erre jön. Mostorral? Vagy egy égő hullahopkarikával? Vagy hozol egy úszkár cilinderben? Szerintem az égő hullahopkarikával lehet csalogatni, mert ahogy meglátják, arra futnak és átugranak rajta. És akkor úgy kell csinálni, hogy a ketrecnek az ajtajába kell berakni, és beugranak a ketrecbe. Zseni vagy. És akkor... Basszus, megint bedöltünk neki. Ezek a rohadt reflexek. Gondolod, hogy 15 évig ezt be vagy zárva, és ez csak ott van minden előtted, nem? Hát azért, tehát, mondjuk az egyik oroszlán tényleg keresőt, ő hazajött etetésre. Tehát ő azt mondta, hogy tetszett a nyugdíjas otthon, jó alakópark, de kaját kapok, hazamegyek. Nem, nekem ez nem kell. Nem kell, ami kint van. Jó, hát őt kifárasztotta az, ami Röfivel történt, érte? A szerelem. Mi a fenét csinálsz ott, vagy találkozol egy oroszlánnal? Magad mögé rakod a gyereket, nem? Magam mögé, miért mögé? Elém. Jó, már neked nagy kit akar. Szaladj! Elterülj. Ne arra, ott nem látnak. Figyeljetek, engem egyetlen dolog aggaszt nagyon ezzel az ügyel kapcsolatban, hogy vajon mi lehetett Ricsi majom büntetése. Hogy mit csináltak szegény majommal? Szegény majom. Barát. Na, itt van már a vonalban a cirkusz igazgatója. Megkérdezzük, hogy mi történt. Ötvös Loránd, az Ötvös cirkusz igazgatója. Jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat, sziasztok! Találkoztunk mi már kitelepülésen, ugye? Így van. Akkor... előtt Balatonfüreden volt. Ha lehet, hogy ez az az oroszlán, amit akkor odahoztál. Csak nem, megnőtt. Ez másik nem, oroszlán. Ez teljesen másik produkció, igen. Jaj, hát mi humorizálunk, de hogy a fenébe szabadul ki három oroszlán? Igazából nem három oroszlán volt, csak kettő, nem tudom honnan találták ki a harmadik oroszlán, tehát két oroszlán szabadult el. A harmadik hol leopárd volt. Nem, hogy szabadult el, azt igazából mi sem tudjuk, erre még nem jött rá senki, mert a ketrec ajtajai be voltak zárva, és az érdekes az egészben, hogy a ketrecben négy oroszlán volt, és csak kettő ment ki, tehát ezt mi sem tudjuk, hogy kerültek ki. És amikor összedereltétek őket, öt lett. Nem, igazából nem volt tulajdonképpen olyan hatalmas veszélyben senki, mert ezek az oroszlánok azért készhez szoktak, ott nevelkedtek az idomáriaikkal, kicsikorukban náluk aludtak, és nem valószínű, hogy embere veszélyesek lettek volna, ráadásul az idomár viszonylag hamar be is fogta, egy parajcúra megállt, és rátette a pórászti nyakára, tehát hamar elfogták őket. Az már más kérdés, hogy egy picit tovább tartott megnyugtatni őket, főleg amikor a szirénázó rendőrautók megérkeztek, akkor egy kicsit ingerült, idegessé váltak, de profi módon az idomárok urai voltak a helyzetnek, és ott teljesen a protokoll szerint jártak el. Nem lehet tényleg, hogy a majom öntudatára ébredt, ellopta a kulcsot, és azt mondta, hogy akkor hajrá, gyere, gyere,
lehettek? Egy kis cilinderben vagy? Nem valószínű, mert majom nincs a cirkusznál. Ez viszont tényleg felvet egy kérdés, hogy hogyan kerültek ki. Tehát mivel van bezárva? Egy lakattal? Klasszikus lakat? Kulcs? Vagy, igen, az az igazság, hogy úgy van, hogy van egy kocsi, egy ilyen lakókocsi szerűség, amiket vesznek van átalakítva, az az ő tulajdonképpeni házuk, ahol az éjszakákat, meg az utazásokat töltik, és akkor van előtte egy ilyen kitelepített külső ketrec, egy ilyen kifutónak nevezett ketrec, ami több méter hosszú, és ez tulajdonképpen olyan, mint a családi háznak az udvara, ahol általában napközben szoktak tartózkodni, és ebből a ketrecből menekültek ki. Na már most az éjszakára lesz. Akkor valaki kiengedte őket, nem? Lakattal szokott lezárva lenni éjszaka, viszont nappal nem teszik rá a lakatot, mert általában úgyis mindig ott van valaki a családból, aki felügyel rá, tudja az izomárnak a családjából, gondolom. Na már most az érdekes az egészben, hogy abban a pillanatban, amikor ez történt, akkor pont a cirkusz elején is voltunk az idomárokkal együtt, mert egy előző kutyaharapásos ügyben ott beszélgettünk az állatmen helyjel, és akkor történt ez a ricsaj, hogy hoppá, valami történt, és rohant mindenki oda, mi is velük együtt. És hát tulajdonképpen, amit mondtatok, a disznó támadás, azt nem kell ilyen drámaian felfogni, megtámadta, mert igazából ezzel a disznóval együtt nőtt fel az oroszlán kicsikora óta. Akkor a tompora. Ahogy annak idején régen játszott vele, ráugrott, mert igazából, ha meg akarta volna ölni, akkor szerintem meg is ölte volna, nem állította volna meg ember, isten, senki, és ráadásul az oroszlán ugye torokra megy, nem hátra. Na mindegy, ezt nem... Hát kérdés, milyen célra, ugye? Hát emberi torokra, disznónál hátra. Nem lehet, hogy a disznó engedte ki az oroszlánt, hogy ne csak rácson keresztül csinálják. Végre legyen már valami. Meg hát egyébként tudjuk, hogy van oroszlán tigrisből liger, akkor most ez lesz egy szép dilon. Igen, a keresztezésből. Ilyen még nem volt, az biztos. Azt írja valaki, a kézből lesznek, utána a lábadból is, igen. Tehát. Igen. Mi lett volna, ott bemegy valamelyiken nyugdíjas otthonba, vagy az öregek otthonába, vagy a kórházba, vagy a kollégiumba? Hát ez egy hajszálon múlt. Nyilván nem túl dramatikálva a dolgot, de azért ott lehet, hogy valakit megkajáltak volna, nem? Vagy nem jellemző? Hát természetesen az ember, ha belegondol, ez az első dolog, ami eszébe jut, de mi a cirkusznál tudjuk, hogy ez nem valószínű megtörtént volna, mert ugye ezek az állatok azért állandóan fogságban vannak, és a hirtelen szabadság nekik is meglepő volt, és szerintem ők jobban megijedtek, mint bárki, akivel esetleg találkozhattak volna. De mondom, hogy egy pillanat alatt nem sokára rá, amikor odaérkeztünk, már be is fogták őket, és szépen lefeküdtek, és csak remegve néztek körbe, hogy most mi történt. Nekik is fura volt a helyzet, ugye hát nincsenek ahhoz szokva, hogy mint a szavannai társaik, hogy rohangálnak, mármint kint a szabadon, és ez nekik nagyon fura volt. Sokkolta őket az élmény, hogy ennyi kaját még egyszerre nem láttuk. Egyszerűen nem tudtak vele mit kezdeni, igen. Van nevük ezeknek az oroszlánoknak? Hívjátok őket nyilvánvalahogy. Méri és Rose voltak ketten, akiket elfogtak. Na, hát ha legközelebb elszabadulnak valahol, akkor legalább tudjuk. Méri! Csak egyszerűen. Az érdekesség az, hogy két különböző irányba rohantak el, és ugye két idomár hölgy rögtön befogta őket. Az egyiket rögtön pórázzal vetette a hölgy, és akkor a pórázzal együtt szépen hússal csalogatva visszavitte a ketrecébe. A másikat pedig ugye az egy kicsit távolabbra került, azt meg rögtön, amikor elfogta a hölgy, hát elfogta, tulajdonképpen rászólt és megállt az oroszlán, arra is rátette ugyanúgy a pórász, és akkor annál meg a protokoll szerint úgy jártunk el, hogy ketreceket vittünk köré, és körbefogtuk a ketrecekkel, és akkor építettünk egy ilyen rögtönzött ketrecet, és akkor a teherautóval oda mentünk, és akkor oda beszállítottuk. A kicsit távolabban, mit értesz, sűri sápot? Nem, azért nem. Ugye a cirkuszon belül történt minden, és ugye ráadásul egy lekerített területről van szó, tehát igazából nem állt fel annak a veszély, hogy esetleg elcsatangol és elmegy egészen Békés Csabáig. De szerencsére nem történt semmi probléma. Hát most ugye én azt mondom, hogy ahogy az idomárok mondják, hogy nem volt veszélyben senki. Természetesen a laikus földi halandót, aki esetleg arra ment volna, és meglátott volna egy oroszlán, biztos nem eszült volna elsősorban eszébe. Igen. De az igazság. Na, hogy írja egy hallgató, anya, hágnak az oroszlánok, ne nézz oda, jó, de már fájt. Ha annyira akartak volna kárt okozni, akkor biztos elrohantak volna, nem állt volna meg, amikor az idomár rászól, nem ment volna, és akkor gyilkolt volna. Tehát igazából nem ilyen vérengző felelőd a kezek. Figyelj, most főemlősök vannak a cirkuszban, vagy esetleg olyan alkalmazott, akinek tartozol fizetéssel? Vagy? Nem. Szerencsére ilyen nincsen. Épp ezért nem is igazán tudjuk, hogy ez hogy történhetett, ez még ki kell nekünk is vizsgálni, hogy valószínűleg mi lehetett a probléma. Az biztos, hogy a ketrec nem hibásodott, tehát nem nyílt ki. Egy 4 méter magas ketrecről van szó, tehát igazából nem tudom, hogy esetleg fölmentek és valahol fölugrottak ki, de hát akkor sérülnie kellett volna, mert 4 méter magasból leugrik egy ilyen 300 kilós oroszlán, az, ami megütötte volna magát. De tény, hogy valahogy kimentek, azt nem tudjuk mi se, hogy hogyan.
Az, hogy esetleg egy külső szemlélődő valaki kinyitotta volna az ajtót, és úgy kiengedte volna, elképzelhető ez is, de hát ezt most én nem tudom állítani, mert nem láttam. Meg igazából senki nem látta, mert abban a pillanatban pont elől tartózkodtunk. Kérdezi egy hallgató, hogy szerinted a zebránál megállt volna? Nem tudom, igazából ezeket az állatokat azért is ismerik, mert ezek az állatok, az oroszlánok, meg az egzotikus állatok is egy tulajdonban vannak, tehát egy család lép fel velük a porondon, és ezek mindig együtt szoktak tartózkodni, tehát ők ismerik ezeket. Figyelj, az játszunk, állatokat. Játszunk egy kis kalambót, amikor visszavittétek őket, zárva volt az ajtó? Igen. Ez az érdekes. Meg az is érdekes, ugye? Hogy hát ez a fontos. Hogy zárva? De volt csukva az ajtó, igen. Aha. Lukon nem jöhetett ki? Nem, mert nem volt luk. Nincs. Azt megnéztük. És ugye a másik két oroszlán meg bent tartózkodott, akkor azok miért nem jöttek ki? Tehát én nem tudom ezt. Igazából ezt mi se tudjuk. Hát itt van még egy magyarázat. UFO. Lehet, a szentesi UFO. Az. Akkor hallgattál minket, igen. A szentesi UFO. Na jó, van, nem történt baj. Van nálatok úszkár cilinderben? Úszkár cilinderben nincs, de vannak több kutyák, igen, és 70 fajta állat van tulajdonképpen, elég sok. Plusz-minusz 2-3. Van velük. Igen, mikor van, éppen ahogy sikerül. Na jó van. Lórát, köszi, jó munkát nektek, vigyázzatok magatokra. Én és az állatokra. Köszönöm. És ránk. Ciao. Jó, rendben. Hello. Beszélgettünk a cirkusz igazgatójával. Hello. Igen. Jó, hát nyilván az emberi civilként ennek nagyobb feneket kerít, mint ők, akik 20 évben élnek. Meg az elkerített területről nem kerültek ki az állatok, és ez a legfontosabb. Nem lehet, hogy nyugdíjas otthonban valaki. Még megtréfálta a cirkuszt. Tehát a kosztot haragudod. Marika. Most megzabáldanom a Marikát. Rántott leves. Meg volt a kocka. Csoki szószal rohadjatok meg. És kiingett az oroszlánokat. Szabadítom az oroszlánokat. És azt mondta, hogy na, eddig, eddig, és nem tovább. Ötötször ebben a hónapban. Ha már a Józsi nem akar megcsinálni. Hát, ha majd a Szimba. A fűtőt is állandóan unszolni kell. Van nálam fél kiló véres felsár, bemegyek az oroszlánok közé. Hol az olvasó szemüvegem? Merre nyílik ez a szar? Simán gyerekek, gyártsunk összeesküvés elméleteket, egy nyugdíjas otthon nekem gyanús. Ott valaki berágott a kosztra. Ebben biztos vagyok. Tehát itt csak úgy magától nem hopponálnak ki ezek, csak nem jönnek át, nem ülnek seprűre, azért nem. Tehát azért ezek nagy rejtélyek. Igen. Nem kérdezzük meg, hogy az oroszlánoknak kacsázó volt. Igen. Kacsázó tényleg volt az oroszlánok járása? Ugye? Hát, nem, és ideg volt a kezük. És ideg volt a kezük, ugye? Ez a két téma ma valahogy fura módon, de összecseng. Bizony, én nem csodálkoznék rajta, hogyha ha az esti híradóban már ott lenne a hír. A nyomok a derűs alkony otthonba vesz. Igen, egyetlen jaj, csak nehogy így hívják őket. Egyetlen szemtanúja van az esetnek, Aranyi László, aki ott a helyszínen. Egyszerre volt szentesen a 8. tanítani, és ott. És ott volt, igen. Na jó, hármas ugrásra lehet jelentkezni SMS-ben. Jó, ha valakinek kacsázó eljárása, írjon nekünk SMS-t, ő játszhat. Mi pedig jövünk Ákos híre után. 3:49 múlt pontosan 3 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és friss közlekedés hírekkel folytatjuk a játék előtt. Azt mondja, hogy Tököli út is áll a 15. kerület Nyírpallotta útig. Jött ez is SMS-ben, Iszkai bánya áll, ezt Laci küldte nekünk, aztán a 4-esen a 31-es kilométer után Budapest felé. Mérnek. Téged ez a reggel tönkretett. Ez a reggel tönkretett. Hát én teljesen készülök az UFO-tól, meg nem merem, mert nyilván UFO-tól. Na, mondjad? Az M5-es autópálya 15-ös kilométer körnél a bokor mögött egy... A rendőrautó bújt el. Egy oroszlán és egy vatkan táncolva vigyorog az autósok. Szép. Köszi. Igen, a Nyírpalotáj útig áll a sor. A Zuglói vasút állásnál a BKK-s buszkocsival ütközött helyszínen, ez még a Tököli útra vonatkozik. Köszönjük szépen, és a Csömöri út is áll befelé. Ez is a 15. kerület, szintén ugyanaz, mint az előbb. Ezt Ági küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ugye tegnap pont ilyenkor, vagy talán kicsit korábban beszélgettünk arról, hogy Kuki letette a rádiós vizsgáját. Aha. A végre ennyi. Hülyeséget beszélek. A pilóta vizsgáját is végre
hosszú-hosszú évek után, rengeteg tanulás, rengeteg munka után végre ugye hát repülhet, és polgári légi közlekedésben vehet részt, utasszállított és vezetett. Kukit, ha valaki nem ismerné, egy rádiós műsorvezetőről van szó, a Musicon ugye esti műsort vezet, de szerepelt ő már celebben, valóságsóban, tehát sokan, sokan ismerhetik azok is, akik esetleg nem tudják fogni ezt a rádiót, és ígértük, hogy felhívjuk Kukit, és megkérdezzük, hogy egyáltalán tényleg hogy megy ez, akar-e repülni, fog-e repülni, másodtiszt lesz, azonnal első tiszt, mennyi idő, ugye azt olvastuk róla, hogy harmadtiszt, igen, stewardess, hogy küldözgeti most az önéletrajzát, tehát ez egy komoly szándék, de hát nyilván ennyi év tanulás után valószínűleg igen, hogy ő pilótaként folytatja majd egyszer a pályafutását és szakít a rádiózással. Kukit mi egyébként nagyon kedvük, nagyon szimpatikus emberről van szó, lehet, hogy néhányan talán nem ismerik. Nagyon, nagyon szimpatikus fiú. Nagyon kedveljük tényleg. Dolgoztunk is vele együtt egyébként mi az RTL-nél is. Egy francia srác, ugye? És rádiós műsorvezető. Christian. 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 És ugye többen kérdezitek, hogy mi van? Igen, mi van Kukival, mi van Kukival? Szerettük volna megszólaltatni, nem kaptunk rá engedélyt, legalábbis abból a szempontból, hogy azon rádió, ahol ő dolgozik, ott a programigazgató azt mondta, hogy nem nyilatkozhat, mi ezt természetesen tiszteletben tartjuk, úgyhogy nem is csörgünk rá egy spontán mód Kukira, ha nem nyilatkozhat, akkor azt elfogadjuk, szerettük volna, mert nagyon, nagyon kedveljük, emiatt nincs Kuki egyébként reagálva azon SMS-ekre, akik kérdezik, hogy ugye ígértük, hogy nem Kukival beszélgetünk. Na Lánchíd Budai hídfőjénél két oroszlán. Vigyázzatok! Ezt is SMS-ben kaptuk, mi pedig játsszunk már is hármas ugrást egy hallgatónkkal. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Szia! Hello! Várjál, nézem, mindig lemaradok. Igen, Péter, hello, bocs, szia, honnan hívtál minket? Budapestről. Budapestről. Már munkában? Még otthon? Nem, munkában haza, hanem vagyonőrködöm. Vagyonőr vagy. Akkor vége az éjszakai műszaknak? Így van, igen. Eseménymentes szolgálat? Abszolút. Három oroszlán kérdelével. Meg fényeket láttam az égen. Fényeket láttál azért? Akkor hallgatál minket reggel óta. Akkor a Szentes Kecskemét tengelyben mozogtál ezek szerint. Igen. Sűrű a reggel, megszökött oroszlánok, informatika, angol szakos tanár, aki nem feltétlen káosz, inger küszöb, tágítás, és bemutatása, felvillantása annak, hogy milyen izgalmas a világ, és hogy ki mit lát, érzékel, és hogy mennyire mások vagyunk. Én szeretem ezt a reggel. Megbolondultak. Nem tudom, hogy ez nem könnyű bélyege valakire rámondani. Valaki olyat mond, ami a mi inger küszöbünkön kívül áll, azon a bolond. Hát, igen, igen. Más. Nagyon más. Más valóságban él, más tapasztal, más lát. Nem csak az a valóság létezik, ha léteznek ufók, hanem ő máshogy látja ezt. Az, hogy bolond, tudod, hát voltak emberek, igen, akik azt mondták, hogy a föld gombőjű, aztán megégették, elégették őket, és bolondnak tituláltak, aztán igazuk lehet. Nem feltétlen gondolom, hogy mit tudom, Lacinak igaza van, és tényleg elrabolják az embert az ufók, de azt mondja, hogy bolond, hát az olyan... Valami van, én is azt gondolom, valami van, de ugye kézzel fogható, meg szemmel látható, még nem volt, addig az ember képzete. Persze. Hát addig kevésbé. Kevésbé hisz. Jól van, milyenek a kérdések, Jani? Én nagyon hiszek Péterben. Hiszel Péter? Igen, a hangja alapján én azt gondolom, hogy ez neki menni fog. Csont nélkül át fog zakatolni, át fog száguldani, át fog robogni ezeken a kérdéseken. Na, meglátjuk. Így szól az első kérdés nyakba akasztóért. Klassz FM-es Morning Show-s nyakba akasztó. Melyik hegység egyik csúcsa Gaja tető? Pátráj. Így van. Tényleg robog. Elmondtad? Nagyon jó. Mehetünk tovább? Próbáljuk meg. Itt szól a második kérdés. Hány Michelin csillagos étterem van Magyarországon? Ejha, várja, buszban vagyok, és egy földházakon, hogy hány Michelin csillagos étterem van Budapesten? Hát nem tudom, legyen három, én hittek neki. Új hír van. Picit csalafinta volt a kérdés, mert tegnap, vagy nem, inkább tegnap előtt ilyenkor még csak három volt, de ma már négy van. Ma már négy. Szenzációs. Évekkel ezelőtt még a gasztronómiai térképen se voltunk, aztán egy hatalmas ősrobbanás, és itt évek alatt Michelin csillagos éttermek nőttek ki a földből, ha lehet így mondani. Turisták jönnek, költenek egy csomót, étteremlátogatásokat szerveznek, és négy Michelin csillagos étterme van már Magyarországnak. Hát ez nagyon jó.
Igen. Sokak munkáját dicséri. Hát azért a magyar pontján ott volt mindig is azért, csak... Ez a magyar nép küldetés tudata, hogy a mi konyhánk ott van mindenhol. A mi konyhánk külföldön totálisan jellegtelen. Tehát kivéve a környező országokat, azért, tehát elmész nagyon messzire, akkor ismerik az olasz konyhát. Nem, Feri, ez azért van, romban tudod. Az a világ más oldalán. Jönnek ide, akkor a bolyáikat mindenki ismeri. Igen. Na, de... Abszolút. Jó van. Köszi a játékot, Péter, nincs boom, mert hogy a harmadik kérdés után szokott lenni. Jó? Oké, köszönöm, sziasztok, jó munkát. Köszi, csáó. Hello, nem rázta meg nagyon. Nem. Na, gyerekek, egy érdekes témával megyünk tovább a hírek után, mert nagyon sokszor beszélgettünk mi már arról, hallgatóink is írtak különböző e-maileket, sokszor volt téma, hogy a Magyarországon kapható termékek sokszor silányabb minőségűek, mint az, amit az ember külföldön vesz, legyen szó mosószerről, csokoládéról, üdítőitarról, vagy éppen nem tudom, tényleg bármilyen más termékről, sokszor ez a vád. De ezt sosem lehet egyértelműen bebizonyítani, sosem sikerült eddig. Sokszor egy-egy termékgyártó azt mondja, hogy azért, mert a német ízlés édesebb, vagy csokoládé. Azért olyan. De az mindig egy szubjektív dolog, aha, hogy nekem jobban ízlik a német, nekem jobban ízlik a spanyol, mint a magyar. Hát ugye az egy szubjektív dolog, hogy kinek mi ízlik jobban. Viszont van egy dolog, ahol azért igazságot lehet tenni, ez pedig a sokszor megvádolt mosószer, nem? Így van, és hát igyekeztünk felkutatni néhány olyan mosószert, aminek van magyar megfelelője is, meg német megfelelője is, pontosabban a német megfelelőnek, az eredetinek van egy magyar változata is. És ezt fogjuk tesztelni. Tehát ugyanaz a márka, ugyanaz a típus, de az egyik Németország, a másik Magyarország. Így van. Aha. Ugye nagyon sokszor hallasz legendákat, hogy papírt kevernek bele bizonyos cégek, nyilván nem mindenki, nem kötelező érvényűen, nem erről van szó, de hogy sokszor te hiába mosol ugyanazzal a mosószerrel, rosszabb minőségben, nem mossa ki a rovát, míg átmész Ausztriába, vagy kint rendelsz Németországból, akkor ugyanazt a mosószert megkapod, illatosabb, jobb, és a ruhád is tisztább lesz. Szkeptikus vagyok ezen a téren, de két azonos mosószert, egy magyart és egy külföldit beszereztünk, és megnézzük, hogy mit kezd egy azonosan összekoszolt fehér pólóval, természetesen kínai póló Jani ruhatárában. Így van. És utána használ is fogom. Igen, szívesen mondom, hogy batikolt. Így van. Úgyhogy egy érdekes tesztet végzünk, megnézzük, hogy ez valóban így van-e. Rosszabb-e a magyar mosószer? Ez folyékony mosószer, ugye? Folyékony mosószer. Folyékony mosószer. Megnézzük. Úgyhogy ezzel folytatjuk a hírek után. 4 perc van pontosan 9 óra. Itt vagyunk Ákos hírei után. És uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 9 óra múlt, pontosan 10 perccel. Szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk és belevágunk az utolsó egy órába, micsoda készülődés, sertepertélés, gyerekek, Juli, Laci, mindenki, mert hogy terméket tesztelünk, de előtte hogy jegyezzem meg, hogy ufó, hogy ígértem nektek valamit. Igen. Tegnap hogy hozok igen. Nektek. Így is van, várjuk. Mert tegnap nagyon beszélgettünk az anya jótékony hatásáról. Igen. Csöcskrím! És azt mondtátok, hogy szeretnétek megkóstolni. Igen, csöcskrím. Az anyatejfagyit. De gyorsan rám, de sokat. Csak mondom, kellett egy kis idő, míg elkészült, tehát nem, azért nem megy az úgy lefejt pálcika. Holnap érkezik a fagyjait. De jó! Király, tényleg? Kapjátok persze. Nagyon jó! Holnap érkezik, azt mondtátok, szerettétek volna. Ugye tegnap arról beszélgetünk itt az adásban, hogy az anyatejnek még milyen szürreális felhasználási módjai vannak. Egy része nyilván orvosilag igazolt, hogy mit a baba náthás, akkor pici cseppeket teszel az orrába, antibakteriális hatású, stb. De hogy kontaktlencsét tisztítanak, mit csinálnak még vele, sikosítónak használják, öblögetik, gargalizálás. Fagyit készítenek belőle, sőt, mi több medált, mert hogy a tejfehérje, a kazein, az ugye megmerevedik, vagy hát stabil lesz, vagy szilárd lesz, ha ugye kiszárad, egészen pontosan nem tudom, milyen kémiai folyamatok zajlanak, de hogy vannak magyar anyák, akik ugye, hát tulajdonképpen a nyakukba szállítják, teszik és ajándékozzák az anyatejüket, mint nyaklánc. Az egész ez űrben. Forró vízben fölolvad. Igen, igen, forró vízben nem lehet vele zuhanyozni. És mondtam, hogy egyet kipróbáltok. Egyet kérhetek, és... amit én elkészítek nektek, vagy nyaklánc, vagy nem tudom, sikosító, vagy bármi, és azt mondtátok, a fagyi. Fagyi. Úgyhogy holnap érkezik kicsi pálcikám.
kockákkal. És jó? Akkor mi most a Benivel, meg a Noellel csecstestvérek leszünk? Ti látjátok majd a fiaimat, igen, és azt mondjátok, hogy Benikém, gyere a keresztapárthoz. Így van. Egyemelőd nevelkedtünk. Tejtestvérethez megkóstolhatjátok. Tegyek bele némi igazi vaníliát, szeretnétek-e valamilyen fűszert bele, rakjak bele igazi fahéjat, vagy szegfűszeget, mi való egy ilyen szerintem kicsit teljes ízű, vagy olyan némi citromhéjat. Csak a tejet szeretném. A la natur. Csak a la natur. Igen. Jó. Igen. Tehát akkor az, az minek is hívják azt? Hát tejfagyi. 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 Aha, akkor csak tejtestvérek leszünk. Hát tehát arra is álmodozunk, hogy csecstestvérek leszünk esetleg. Ezt tudod, hogy a Wikivel kell megbeszélni. Tehát, hogy jó, de jó, a határozott nemet fog mondani szerintem, de megpróbálod fölkapaszkodni. Azokon a hosszú lábakon csak hágóvasokkal. Figyelj, ott alszol nálunk, befekszel a gyerekágyba, én hajnalba kicseréllek a Noellal, teszek egy cumit a szádba, a Viki egyébként sötétben emeli ki az ágyból. Fekszel ki szakálban, én mondom, Jani, most jön, marad, ne leplezz le magad, befekszel a gyerekágyba, hát ha Viki nem vesz észre, kiemel, merre vesz, hát lehet, hogy van annyira sötét abban a hálószobában, nem tudom. Én addig a Noellel el vagyok, hogy ne történjen meg a lebukás. Hmm? A másikat foghatom. Nézd már, beszél. Én csak 3 hónapos, milyen intelligens. Figyelj, próbáljuk ki. Gyere oda, feküdj be a gyerekágyba, meglátjuk, mi lesz belőle. Na mindegy, szóval, hogy holnap érkezik, jó? Nincsenek ám itt az ígéretek elfelejtve, csak már a technikai okok miatt nem készült el. Tehát, aha, jó, hát a fagyó időt, ezt meg kell várni. Meg kell várni, igen, de holnap itt lesz. Jó? Na, nézzük a közlekedési híreket, mit írnak a hallgatói. Most jöttünk az M3-oson a Gelei pihenő mellett, rendőr sehol, és nem is mérnek. Hát akkor lehet, hogy a többi hallgató nem mondott igazat. Trafipax van Csornán, a Tököli úton, egy bugyikék transzporterből mérik a sebességet. Hát a Csornán ugye a transzporter az mindig ott van, igen. Balaton lele 67-es úton a kifelé haladókat. Trafiznak. Ja, trafizzák. Általában ott áll a mérő, és a 7-es útra oda visszamér. M3-as Budapest felé 49-es kilométernél. Drága fényképek készülnek. Moson-Magyaróván az Óvári piacnál, a parkolóban, a kis hídnál egy vajszínű transzporterből az autók sebességét mérik. Így van. 100 méterre a kollégájuk megállít, úgyhogy mindenki menjen lassan. Valamint Zalaszentgyörgyön kávészínű Seatból készülnek azok a fotók, amiért sokat fizetsz. Kenu küldte nekünk, köszönjük szépen. Ő azt írta, a tempó meghatározást. Jó, de jó, köszönöm. Ezt fogom használni. Ez van egy másik hírem is, a Bécsi úton, most telefonált egy jó barátom, hogy a Bécsi úton van egy baleset a benzinkútnál, Shell-kútnál, és áll az egész, most már nem úgy Vörösvárig, hanem Bécsig. Egyébként közben eszembe jutott, hogy a március elején szokott lenni. Most esetleg Bécsi, jó, igen. Hát csak oda visz, nem? Hát hova minden másról, Bécsi, visz. Mondjad? Hogy mindig március elején van a fagylalt kiállítás. Mi lenne, most volt, hétvégén. Tényleg? Most igen, volt? Most volt hétvégén. Na, a jövőre például akkor. Most volt a hétvégén? Most volt a hétvégén. A Bödös Francba pedig kimentett volna egy saját pulton. Tudod, mit csináltál? Arra gondoltam volna, hogy kiállod a pulthoz, érted, egyfajta fagyi van csak kint, és ott ringatja a kis Noelt. Jó, hát lopjuk miatt, azért mindenkinek nem jut, érted? Hát azért az minden cseppje aranyát, azért fagyit, azért ennyit, nagy üzemben nem tudunk fagyit készíteni. Hogy kimentett volna, amit járul? Igen, egy saját kis standdal. Egyféle fagyi, és mindenkinek félment volna, hogy ez miből készült? Csak mondom, hogy holnapra, most elmondjam, hogy mi a meglepetésem, hogy lássátok, hogy azért ott valahol legbelül... Ha elmondod, akkor az már nem meglepetés, érted, ugye? De azt akarom, hogy lássátok, hogy valahol ott legbelül még maradt bennem valami jó. Uh-huh. Tehát ott legbelül... Nagyon várom. Nagyon. Hogy van bennem, még maradt valami igazán jó. Holnapra készülök nektek egy kis meglepetéssel. De akkor nem mondom, mert most a tejfagyin kívül, tehát nem erre gondolok. Te hozol reggelit. Nem állj a körbe, hozok valamit, igen, hozok valamit. Na. Uh-huh. Tényleg? Igen. És ehető vagy? Ehető. Uh-huh. Na most ebben baromi nehéz egyébként kikövetkeztetek, amiről az a Jani az előbb beszélt, és amire én mondtam, hogy valónap egy meglepetésem, na, ott nem lennétek teljesen offosok, akkor már rég összetettetek volna, csak hát... Tehát csütörtök, Gábor... Nincs hozzá közem. Nincs hozzá közem. Fagyi kiállítás. No, tehát vedd fagyit a hétvégén, amit elhoz nekünk, miután már rommá olvat és visszafagyasztott a tehát használatlan. Nyilván kaptok 2 kalipót, persze. Aha. Na, végre. A tavaly előtti szériában kicsit kiolvad legyen, fél lábszára egy rászáradva, tudod, némi, nem tudom, ilyen maradék behűtött spenóttal és csirkepörkölte. Kalipót? A kékai zejti. Kalipót. Jéka, van még a kaipóból? Ha köszi a memma. Toljok egy kakaós cigát, ne, azt inkább edd meg. Jéka.
Igen, szóval, hogy volt ez, na minden, nem mondok erről többet. Holnap 9 után megkóstolhattok majd bizonyos aztán dolgokat. Nem gondoltam rátok, jó? De figyelj, ha ennyire belefásulsz, és fáradsz a jóságba, csak olyan nehéz. Annyira szeretek rossznak lenni, és amikor elkezdek jónak lenni, egész egyszerűen elfáradok. Kicsit tehát, úgy érzed, hogy ez már... Igen, én az önazonos dolgokat szeretem, és rájövök, amikor jónak kell lennem, az fáraszt. Tehát az annyi energiát emészt fel, hogy én meglepetést hozok, ezt felvezetem, beszélek nektek, és kicsit jó vagyok, hogy én ebbe tönkre megyek. Én nem akarok jó lenni. Tehát ez a szerep, ez távol áll tőlem, én nem önazonos, és azonnal elkezdek fáradni. De nem holnap 9 után, jó? Na. Viszont most terméket tesztelünk, és ha valakinek van bármilyen ötlete, hogy még mit próbáljunk ki, milyen terméket teszteljünk le, látott egy reklámot, hallott valamit, látott egy új terméket bemutatni reklámformájában, akkor morningshow@classfm.hu. Régen nagyon sok terméktesztet csináltunk, leteszteltünk tényleg fogkrémeket, ételeket, italokat, rengeteg mindent. Csak aztán egyre kevesebben akartak már nekünk adni terméket. Aztán egyre kevesebben adnak termékeket, de nem baj, mert hogy megveszünk, csak elfogytak már a tesztelésre váró dolgok. Úgyhogy pontosan ezért kérjük a ti segítségeteket, hogyha bármilyen reklámot látok, amire azt gondoltok, hogy ki lehet próbálni, el lehet tesztelni, hogy az a termék tényleg ígére valamit, és az tartja is, akkor, vagy tudja tartani, akkor küldjetek el nekünk, megveszünk, megkeressük, járjatok ti is nyitott szemmel, bármi olyan valaminek nem hisztek, küldjetek el, morningshow@classfm.hu, beszerezzük, leteszteljük, jó? Most nem egy konkrét terméket tesztelünk, hanem egy városi legendát, lehet így mondani? Igen, igen, lehet minden külföldi és Magyarországon is kapható termék összehasonlításáról van szó, tehát, hogy ugyanaz a márka, ugyanaz a típusú terméke, a külföldi jobb, a magyar meg nem olyan jó. Hát sokszor mondják, inkább mondjuk na, hát így, de... igen, tehát sokszor mondják, hogy vannak bizonyos, mit tudom, krémek, csokik, de hogy ezt is sosem sikerült igazából bebizonyítani, hogy ide rosszabb minőség jön, meg elvileg, hogy a magyar az persze mindig a rosszabbat kapja. Én ettem olyan csokit, ami külföldön szörnyű volt, mert nekem a hazai ízvilág jobb volt, ismert csoki márka, és velem ember nem tudná elhitetni, hogy Magyarországra mi rosszabbat kapunk, mert nekem az ízlet jobban, ami itt kapható, kicsit keserűbb volt, nem volt annyira édes. Tehát ez egy nehéz dolog azért erről, ugye, hogy mogyorókrémek most melyik a jobb. Szerintem sok esetben arról van szó, hogy például az embereknek viszonyítási alapjuk. Tehát, hogy nincs lehetősége egyszerűen arra, hogy megkóstolja a németet is, meg a magyart is. A magyart itt megveszi, megkapja, és aztán egyébként meg el is hiszi, hogy ugyanarról van szó. Tehát, hogy... Igen, bizonyos soki krémeknél, magyarok krémeknél, mire a gyártó azt mondja, hogy azért édesebb például a német adott termékeknél, mert a német ízlés kicsit más, máshogy kell hangolni. A magyar nem annyira édesszájú, itt egy kicsit kávésabb, magyarosabb, ott például sokkal csokoládé, az az előbb említett magyarok krém. Tehát, hogy nem minőségbeli különbség van sokszor, hanem ízlésbeli különbség. Magyarok nem szeretik annyira ezt a belga csokit, ezt akkor inkább egy kicsit hagyjuk, meg ez a magyaró is, rakjunk bele mindenből kevesebbet neki. Hát ezt hallottuk kávénál, hallottuk üdítőitalnál, nem? Aztán egyértelmű bizonyosságot és sose nyert. Volt olyan, hogy kiderült egy adott termék, vagy egy adott gyártó egy adott termékéről, hogy hivatalosan bevizsgáltam, kiderült. Ez tényleg silányabb minőség. Most, bocs, de a mi mogyorókrém tesztünk, ez egy vakteszt volt, és ahogy lenni szokott, egyébként nem állagot néztünk, alapvetően még nem vagyunk szakértők, viszont én azt gondolom, hogy a legnagyobb szakértő az maga a fogyasztó. Aha. És hát ráadásul ugye mi nagyfogyasztók vagyunk, mi érzékszervi tesztet végeztünk. Semmiféle érdekünk nem fűződött ahhoz, hogy bármelyik mellett is letegyük a voksunkat. És így jött ki a német a legjobb. Imádom a Vadon család minden egyes tagját. Külön-külön és egyben is. Már borult a sztori. Na, téged kijó, és most valami, ami nem hazugság. De nem érzem azt, nem érzem azt, hogy ezzel a méréssel, amit ti véghez vittetek, úgy oda lehetne állni bárki elé. Érted? Igen, hogy... hát ez egy szubjektív dolog. Na. Hát akkor dögölj meg fel. Én ezt szeretem. Én ezt az érvelést szeretem, mert így érvel egy igazi úriember. Dögölj meg, akkor hagyjál. Érdekes azért a dolog ugyanakkor, mert hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság sokszor ugye lehet olvasgatni, hogy vizsgálja különböző multinacionális cégek termékeiket, és egyértelműen állítják egyébként, hogy gyakran valójában tényleg gyengébb minőségű termékeket forgalmaznak Magyarországon, mint Európa nyugati felén. Tehát ez ugye egyrésztről legenda, kettő, hogy azért sokszor bebizonyosodik. Például ők összehasonlítottak bébi ételeket, pelenkákat, öblítőket, mosószereket, gyümölcsleveket, és maga a hivatal egyébként érzékszervi és laboratóriumi teszt alapján ugyanakkor megállapította, hogy bizony tényleg jobb minőségűek a nyugaton vagy nyugatabban kapható termékek. Igen, mint ami Magyarországon, és itt ugye nem a Vadon család szubjektív. Mossátok jól át, csináljátok egyforma mozdulatokkal, jó? Hogy tényleg hiteles legyen a dolog. Itt nem mindegy az erősség dörzsölése, tehát egyformán próbáljátok meg dörzsölni. Jó?
A Feri egy kicsit dörzsöltebb, úgyhogy vigyázz vele, Juli. Istenem, te jó volt! Na jó. Igen. Hogy? Ja. Uh-huh. Juli lingam technikával dörzsöl. Igen. Feri meg inkább. Mitől köhögsz, Feri? Nem tudom. Mosószertől. Hallod, Feri, légy. Te se sokat csinálsz ilyet otthon, mi? Eleve nem fog jó sikerülni. Képzeld, van mosógépünk. Te már meg létsz, hogy nem köhögsz bele vért. Te vicces. Hát, Feri, gondolj arra, ufa ú. Arra már gondoltam ma többször is. Addig. Táncoljani! Ez a Feri. Csavarja a csüpülőt figurázz. Mossad, Gyuri. Gyerünk, Feri. Fürgében. Gyorsabban. Mi van már? Nincs egész. Na, hogyan? Megállhatunk? Jó, elmegyünk egy pici reklámra, jó? És jövünk az eredménnyel a reklám után. Micsoda szerkesztés! Istenem, az emberek izgatottan leizzadva ülnek majd az autók volánnyánál, majd eltörik a kormány. Vajon mikor lesz vége a reklámoknak? Jövünk az eredményhirdetéssel egy pici reklám után. Megállhatunk. Morning Show, a legklasszabb dolog a reggelben. Sebestyén Balázsa, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Klassz FM-en. Megkérdezem Arankát, minden rendben zajlott-e a tesztelésem? Megszámoltam, nem. Kevesebb van a borítékban, kevesebb van a borítékban. Igen. Na jól van, oké. Okay. Amennyire lehetett, próbáltuk meg ténylegesen objektívek lenni, tehát hogy tényleg arról van szó, hogy ugyanaz a két mosószer ugyanolyan hőfokú vízben, ugyanannyi ideig történő beáztatással és ugyanannyi ideig tartó sikálással, súrolással. De ennél objektívben ezt nem lehet megcsinálni, tényleg. Tehát nekünk aztán nem érdekünk, hogy erre vagy arra dőljön a dolog, kíváncsiak vagyunk egyszerűen, mint hogy minden fogyasztó az, nyilván ilyenkor mi is fogyasztók vagyunk, vásárlók vagyunk, és kíváncsiak vagyunk, hogy mi a helyzet a mosószerekkel. És kézi mosásról van szó, ezt még egyszer hangsúlyozunk. Természetesen úgy lehetett volna objektívebb, hogyha mondjuk idehozunk két ugyanolyan típusú mosógépet, aztán ugyanazzal a programmal másra hőfokat. Jó, véget. Na, értetek, ugye? Hát ez egy rádióműsor, nem? Hát itt, de nem. Na, oké, eredményhirdetés. Na nézzük, vegyétek ki akkor, jó? Kinél melyik póló van? Nálam a külföldi. Nálad a német. Igen. Gyerekek, az... Na, micsoda szakszerű mozdulat, micsoda... Aha. Hát ez tök jó. Na, hogy érzitek? Háményebbet vagyok. Figyeljetek ide! A helyzet az, hogy... Hát igen. Jani kiterítette a pólót, Feri is kiterítette a pólót. Én... Gyerekek, nem látnám, hogy a sztereotípiák alapján a német felé billenne ez a dolog, és halványabb lenne. Hát, figyúzzatok, az a nagy helyzet, hogyha például megnézitek igen? A tormásmusnak a foltját, az a magyarról eltűnt szinte teljesen, a felé pedig ott maradt. Egyébként tényleg így van. A tormásmus, tehát ott sötétlik. Hol is? Ott. Nem, tényleg eltűnt. Konkrétan kiszedte belőle a magyar. Igen. Te gyerekek, eltűnt. Itt van. Nem. Nézd meg. Tényleg eltűnt. Az a durva, hogy a magyaron az a folt, az halványabb. Hát, tehát, ha érdekes egyébként, hogy gyakorlatilag, hát mi éreztetünk, sejtettünk valamit, de itt ebben az esetben legalábbis a tormás mus foltnak az esetében visszafelé sült el a dolog, mert hogy a magyar termék sokkal jobb, mint a német. Sokkal jobban kihozta. Igen, hát a többi meg egyforma. Tehát én nem látom azt, hogy a német annyival meggyőzőbb lenne. Szóval én nem látom sokkal halványabbnak, sőt, egyáltalán nem látom halványabbnak a foltokat. Most melyik a német? Nem, a must, nem, az alsó a német. Az alsó a német, a magyarnál a must volt is egy kicsit halványabb, tehát ez számomra ez nem meggyőző. Lehet, hogy Julinak jobb volt a mosási technikája. Lehet, hogy többet mosott már kézzel, mint én. De amit vártunk, hogy egyértelműen a német mosószer irányába megy el a dolog, az nem állja meg a helyét. Ebben az esetben nem. Vagy legalábbis nem rosszabb a magyar. Tehát, hogy maximum döntetre le lehet ezt hozni, de bizonyos foltokat... Igen, és az is nagyon max. Bizonyos foltokat egyébként a magyar mosószer ugyanabból a márkából jobban kiszedett. Tehát itt ennél a terméknél ez nem állja meg a helyét, nyilván nem feltételezzük, hogy nincs olyan az, hogy szegény magyar rosszabb minőséget kap, de itt nem. Így van, de a jövőt folytatjuk, és még van 250 darab olyan mosóport. Amiből van ilyen olyan. Nem, ebben az esetben én azt kell mondjunk, hogy nem lett jobb a német, mint a magyar. Nem. Tehát ez megdőlni látszik. Igen.
Feltesszük a két pólót, feliratozzuk, hogy melyik ti is megnézhetitek majd. Egyébként tényleg nincs. Nincs különbség, bizonyos voltokat pedig a magyar jobban kivett. Ugyanakkor van egy-két SMS, azt írják a hallgatóink, amióta az osztrák határ mellé költöztünk, csak kint veszek bizonyos dolgokat, a mosószert, bizonyos fűszereket, kakaót, óriási a különbség. Így a Kriszta, aki ezt nyilván kipróbálta. Ausztriában a gyümölcsjoghurtra az van írva, hogy 32% gyümölcs tartalom, a Magyarországon kapható ugyanaz a termék 32% gyümölcs aroma. Ilyen is van. Az öblítőt is kint vesszük, a kinti sűrűbb és sokkal jobban megmarad az illata, ezt Tibi küldte nekünk. Mondjuk az is benne van, érted, hogy a németeknél nincsen ám tormás must. Hát azt érted, a német mosószernek nem kell kiszednie a tormás mustot. Igen. Vagy nézzük meg az apró betűs, gyorsan szerezünk valahol egy szakfordítót, hát ha rá van írva, hogy tormás mustra nem jó. Igen. Dolgoztam egy csokoládégyárnál, akik nem csak csokoládét gyártanak, ti is ismeritek, nem mondom, hogy melyik, mindegy, konkrétan receptekkel dolgoztunk, más az összetétel, higgyétek el, ennek két oka van, az első az ország törvényei, a másik a bevétel. Aha. Aztán az olaszországi narancsos üdítőital sokkal közelebb áll a narancshoz, kimentünk és meglepődtünk a különbségen, egészen más alapanyagokból készül, érezhető volt a különbség, ezt Ati küldte nekünk. Köszönjük szépen. A folyékony mosószer sokszor át van címkézve, beszélni nem tudok róla, sajnos tudom, ott dolgoztam, írja egy hallgató. Az osztrák mosószert így gyártják, a magyar mosószert Csehországban nem ugyanaz. A feleségem régen átjárt vásárolni, de most csak havi egyszer megyünk enni. Ezt Gábor küldte nekünk. Szóval érdekesek az SMS-ek, ugyanakkor nyilván ezt az eredményt cáfolják. Hát jó lenne, ha bármilyen kereskedő vagy terméket előállító cég multi jelentkezne és elmondaná a véleményét, szívesen meghallgatnánk őket egyébként. Igen, igen. Bárki, aki kávét gyárt, csokoládét gyárt, van-e különbség, ha van különbség, mi az oka? Mást kap-e a magyar fogyasztó, kétlem, hogy mondjuk ezt így konkrétan kimondanák, hogy rosszabb vagy silányabb minőséget, de kíváncsian, hogy vennénk az ő véleményeket. Ha élelmiszerekről meg ízről van szó, akkor nyilván az egy szubjektív vélemény, hogy neked most melyik ízlik jobban, hát a német, igen, vagy a magyar, vagy az osztrák, vagy a magyar. Mosószerek ügyében ebben az esetben mondjuk ennél a konkrét terméknél most mi nem érezzük azt, hogy jobb lett volna a német, sőt, nem, a magyar termék sokkal jobban teljesített, és hát mi semképpen nem akarunk egyfajta ilyen boszorkány üldözést véghez vinni itt a műsorban, egyszerű szubjektív szempontok alapján tényleg összehasonlítjuk a termékeket, és aztán azt hozunk ki győztesnek, amelyik a jobb. Most van 8000 liter mosószered, úgyhogy örülhetsz. Megvan Móni születésnapi ajándék, a névnapi, és igen, a karácsonyit is be tud csomagolni, és egy nagy lesz a virágnak is, úgyhogy megvan. Mivel mind a kettőt én vettem, azért annyira nem örülök neki, mert is meg kellett volna venni, tehát én nagyot nem fogtam rajta, sőt két kupakkal még elhasználtunk egy ilyen nyomorult tesztért is. Jó, de csak van a születésnap, egy névnap a családban be tud csomagolni, oda tudod adni, nem? Tehát azért valami csak lesz itt a közeljövőben. A nőnapról már lecsúsztál, de anyák napjára a kisebbet megkaphatja a Móni. Nem, most egy kupakkal átöltök a magyarból a németbe, és visszavisszem. Vagy vizesz fel, és ad valamelyik rokonnak karácsonyra. Na jól van, hát érdekes volt. Jó, ha látok valamit, morningshow@classfm.hu, küldjetek el szívesen, bármit letesztelünk. Egyébként csak mondjuk, hogy ezt a rovatot sokszor meg akarták venni, sokszor támogatni akarták, de ez a rovat nem eladó. Így van. Tényleg. Hát ezt a rovatot egyszerűen nem... Legalábbis nem annyi értem, mint ajánlottatok. Nem, értékesítjük. És igen, tehát ebben mi abszolút függetlenek vagyunk. Sok termékről bizonyítottuk már be, hogy hát nem tartja azt, amit ígér. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Egy érdekes beszélgetésünk volt kora reggel. A Magyar UFO Kutató Szövetség által tartott újpesti konferencián felszólalt egy tanárember, aki informatika angol szakos tanár, és elmesélte a közönségének, hogy már gyerekkorában is látott UFO-t, idegen lényeket. Felhívtuk, és elmesélte nekünk, hogy mit látott. Érdekes. Volt egyébként, ő nem egy buta ember, informatika angol szakos tanár, gyerekeket tanít. Figyelj, én azt gondolom, hogy azok közül a szakértők közül, akiket eddig felvonultattál, a Laci volt a legszimpatikusabb, a legfelkészültebb, és a legmegingathatatlanabb. Megzabált benneteket, az érvényel. Egy-egy megzabált. A felszántotta, zabált benneteket, igen. És megszöktek oroszlánok az Ötvös Vándor cirkuszból. Három vagy kettő, ezt nem tudjuk, vagy kettő szökött meg, és aztán hármat találtak meg, ki tudja, nem tudjuk, hogy mi az igazság. De mi is azt gondoljuk, amit ti, hogy nem mindegy. Így van, megpróbáltuk elképzelni, hogy a fenébe szöknek meg oroszlánok egy cirkuszból. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 8 perc múlva 10 óra. Hát igen, és még a bohócról ugye nem is beszéltünk. Hát, mindig van egy ilyen mindig állandó szereplési kényszerben szenvedő, ilyen a hangulatot mindig feldobni akaró bohóc. Tehát, hogy azt még nem is vettük gorcső alá, hogy mi van a bohócról, nem?
Nem kapott főszerepet, és így állt bosszú. Hál' Isten, a volt bosszú, igen. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Na, ki győzött, Feri vagy Jani? Mármint ugye mosásban. Júli. Képzeld el, hogy most Júli. Egészen fura módon szembe menve az eddig tapasztaltakkal, bizonyos foltokat a magyar jobban kiszedett, vagyis hát legalábbis nem jobb a német. Semmiben. Sőt, ebben az esetben a magyar jobbnak bizonyult. Igen, jobbnak bizonyult. A kézi mosásnál. Jó. Ezen a hullfokon. Akkor a kocsiból behozhatom az edzőcuccomat? Persze, persze. Elintézed, amíg... Aha. Kösz. Jó. Ne töröld meg a kezed, Júli, felesleges! Jaj, hallottad az UFO-t? Hallottam. Meggyőzött, mi? A UFO. Nem tudom. Ugyanolyan vagyok ebből a szempontból, mint a Feri. Kézzel fogható bizonyítékok kellenek nekem ahhoz, hogy valamit elhiggyem, valaminek a létezését elhiggyem. Ennyi, hallod? Saját tapasztalat kell. Két lábbal álló ember. Saját tapasztalat kell. De te nem vagy benne a 10%-ban. Melyik 10%-ban? Abban, amelyik lát. Ja. Hát akiknek megjelennek. Hát Laci elmondta, hogy 10%-nak jelenik meg. Igen, és ebben pont ez az érdekes, de szerintem erről beszéltetek, hogy pont, hogy minket, ha ők meg szeretnének minket győzni, mármint az emberiséget, akkor rajtunk keresztül lehetne, hiszen mi vagyunk a hitetlenek. Igen, de elég okosak ahhoz, azt mondják, hogy nem akarnak meggyőzni. Ja, értem. Figyeljetek, igazából annyit kell csak csinálnunk, hogy még 5 embert be kell hívnunk ide a stúdióba, és az egyikünk látott UFO-t. Hát meg volt, ma már bejött a bűszaki igazgatónk, hagyjál már. Hogyne. Ja, de nem, hát a Gyula az 9-10. A méretéből fakadó. Na, hívjuk a naphallgatóját. Jó. Durva volt a sztoria egyébként Gyulának? Ó, nagyon. Én alig tudom földolgozni. Nekem nem adott felhatalmazást, hogy elmondhattam, úgyhogy hallgatok róla. Ittasan vezetett hazafelé. Jó, adáson kívül mesélt. Olyan durva sztorit mondott egyébként a mi technikai vezetőnk. Igen, fölmászott egy adótalanynak a tetejére, és lehajolt a földig. Szemetek. Térhajlítás. Hívják. Rohadékok vagytok. Nem szabad nektek semmit elmondani. Hátat fordott nektek, aztán már beszúrjátok a késnek. De egyébként biztos, hogy vannak, mert a például a hangot is tudják változtatni a füledben, ebben... hogy szól-e a jobb vagy a bal, tudod? Ez is igaz. Egyébként azt sem szabad elfelejteni, hogy a Men in Black-ben benne volt, hogy némelyik ember, aki köztünk el, és azt gondoljuk róla, hogy UFO valójában egy UFO-nauta, valójában csak a hordozó. Ebben az esetben pedig a Gyula egy anyahajó. Pataki az anyahajó, Gyula, a pataki. De a méretre gondoltam. Tudom. Ott már. Egy Nimitz? Aha, egy. Egy repülőhordozó? Egy hihetetlen anyahajó. Na, az én mikrofonom már soha nem fog jól szólni. De, hogy nem jól szól az. Nem, most Gyula bosszút áll. Délután nagy állígatás lesz. Mi van? Egy nap hallgatója nem volt eddig a héten. Most se lesz, úgy néz ki. Jó, hát gyerekek, minden van ez így, hogy nincs meg a dolog. Jól van, Csabikám, mondj valami jót, de most tényleg remek zené. Hozok nektek egy német duót. Atyaisten. Hújúj. Visszatért. Modern Talking? Ne, az a nevük, hogy Milky Chance, és az érdekes bennük, hogy hát lehet, hogy a sok Modern Talkingot hallgattak, de nem arra mentek rá, hogy a gitáron például minden hangot lefogjanak. Nagyon-nagyon egyszerűen közelítenek a zene felé. Én is tudtam, hogy nem tudom gitáron. Nagyon egyszerűen közelítenek a zene felé, a legegyszerűbb ütemeket használják, dallamot sem variálják túl. És mindettől függetlenül, vagy talán pont ezért ezt nem tudhatjuk, hihetetlenül mennek. Annyira hova? Eszik őket a németek, de most már egész Európa, és szerintem aztán előbb-utóbb már az univerzumban, már az UFO-k is őket fogják hallgatni. Hallgassátok meg, szerintem nektek tetszeni fog. Először furcsa lesz, hogy nem érzed azt, hogy ez zene, de aztán nem fogod tudni kitörölni a fejedből. Flash Junk Mind, ez a klasság. Műkicsen? Aha. Milky Chance. Ja, Milky Chance. Ja, és amikor a gitárt vásároltak maguknak, mondták, hogy felhúrozom, behangolom. Nem, elég kettő. Elég csak két húrá, nem kell. Azt fogod hallani nagyjából. Igen. Na, meghallgatjuk. Csabina, kívánság műsorra 555-55-00, ez a telefonszám. Jó, ha valaki szeretne dalt kérni, tegye meg, mi pedig jövünk holnap 6 órakor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.